Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Vibe the City Edition utolsó napjáról innen a Molterasz a Marosvásárhelyi várban vagyunk még mindig. Hogyha ki szeretnétek jutni, rengeteg időtök van még, hiszen nagyon sok izgalmas és nagyszerű programmal készültek a szervezők mára is. Hamarosan kezdetét veszi a Szia Uram, Mém érdekel című előadás, aztán pedig 13 órától színfalak mögött a kortárs divat Csalár Bence könyvbemutatója fog következni. 14 órától a Fest Fashion árny oldalai, de mit tehetünk ellene, címmel lesz előadás. Közben meg kerengős előadások, színházi előadásokat láthatunk, Délután pedig a közösségi média Szépség és vagy Szörnyeteg című előadás következik. Lesz majd egy divat bemutató is négy órától, illetve este Slam is készülnek. Úgyhogy nagyon sok izgalmas program van, amit egyébként a vibefestival.ro weboldalon és Facebook oldalon is elolvashatnak. Amint mondtam, tehát ki lehet ide látogatni hozzánk a Marosvásárhelyi Várba, akinek természetesen, hogyha nincsen lehetősége, akkor az követhet minket online is a Vibe TV-ben, a YouTube és a Facebook csatornánkon. Én nem is húzom továbbá a szót, mindenkinek egy nagyszerű napot kívánok, és át is adom Nagy Egon irodalomtanárnak a, a szót és a mikrofont, hogy kezdődjön az előadás, tartsanak velünk! Köszöntök mindenkit, én nem Nagy Egon vagyok, hanem Lázár Botond a moderátor, és én uh, ilyen minőségemben elmondanám, hogy uh, ez a beszélgetés úgy van elképzelve, hogy... Uh, nem szeretnénk nagyon nagy igazságokat mondani itt a, a mémekről, vagy a, a, mém jelenségekről, hanem hangosan gondolkodunk, hogy itt megérthessük a műsor követőiként azt, hogy, hogy mik ezek, honnan jönnek, mi az, ami alapvetően befolyásolja őket, miért lehetnek ilyen népszerűek manapság, és persze aztán Példákat is nézzünk a, a meghívott, meghívottunk válogatásából. Viszont akkor most tényleg megkérem, nagyjegy gond, hogy egy néhány mondatban mutatkozzon be. Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit bő másfél év online oktatás után még mindig nagyon fura visszahallani a hangomat hangfalon, úgyhogy az első pár mondat az ennek módja rendje szerint ilyen felvezető lesz. Hol is találkoztam lényegében először a mémekkel, többszörösen az egyetemen, ahogy különböző előadások, kurzusok és szemináriumok kapcsán szóba jöttek a szóba jött egyáltalán kép és szöveg viszonya. És az kapcsán egyre mélyebben elkezdtem kutakodni, nézelődni, érdeklődni, és két és fél éve tanárkodom, és az elején próbálkoztam, hogy, hogy hogyan lehetne feldobni az amúgy sem túl izgalmas magyar nyelv és irodalom programot. Aztán egy bő éve a, az online oktatás kapcsán eszembe jutott, hogy, hogy próbáljuk meg akkor kreatív otthoni feladatként, hogyan boldogulnak a diákok a mém készítéssel. Olyannyira belejöttek a dologba, hogy, hogy rólam is készültek mémek, nem tudom, hogyha már látszanak olyanok, amilyenek, én felvállalom magam. Nem látom oldalról. Hát nem én vagyok esetleg. Tovább folytatva az egészet, a sokan kérdezték, hogy hogyan fogom fel azt, hogy mémek készültek rólam, teljesen rendben van. De hogy biztos, hogy más tanárul is készülnek, hát az is teljesen rendben van, ez vele jár az egész szakmával, főleg manapság. És, és kérdeztem, úgy, úgy elég direkt módon, hogy készítettetek rólam mémet valaha? Jaj, ne! de légy ciküldjétek el, és amikor együtt röhögtünk órán azon, ahogy hogy éppenséggel a nevemmel játszanak is, és, és különböző a házi olvasmányok kapcsán kialakuló stereotípiákat még jobban felerősítnek a, velem együtt, így adott egy egy löketet az egésznek, és úgy éreztem, hogy ez lesz az a, az a kommunikációs tér, ami még közelebb hoz, a, hoz engem, vagy hozzák egymást a, az egész tanulási folyamattal. Úgyhogy röviden ennyi, és akkor rátérhetünk a kérdésekre is. Jó, köszi. Tehát most gondolom, itt, itt legtöbben fiatalok vagyunk, és akar vakaratlanul szembe jön velünk a közösségi médiában, vagy barátoktól mindenféle mémek, képformátumba vagy, vagy videóként, vagy, vagy csak két-három soros szövegekként. De, Uh, akkor először tisztázunk, tehát hogy induljunk a legalapvetőbb kérdéstől, és utána majd bonyolítjuk a, a történetet, hogy uh, tulajdonképpen mi is az a mém? Mit, mit nevezünk mémnek? Uh, ez, a, ez a kifejezés honnan ered? Uh, és uh, nem tudom, mitől mém a mém? Igazából te is elmondhatod a nézőpontodat, mert ahány féleképpen olvastam annyi féle meghatározás született. Lényeg, hogy bármi, ami a humorral összehozható. Lényegében egy közös meghatározás, már el is mondtunk, két-három soros szövegek egy képen, helyenként uh, konkrét humorral, helyenként elvontabb humorral, helyenként pedig eléggé sötét humorral, vagy a fekete humorral. Kérdés az, hogy melyik réteg, melyik mémet érzi, érti és érzi igazán magáénak. Um, igen. Tehát uh, most. Kicsit a komoly oldala az egésznek, ugye ez a, a mém kifejezés az, az egy dawkins fogalom. Ő használta, mint mint kulturális elemre való utalás, olyan, olyan valami, ami az emberi kultúrát befolyásolja. Ez mondjuk így, egy kicsit tudományosabb értelemben, és most manapság a közvélekedésben. Ugye a mém az, az vicces videóképek, szövegek, amik, amik nagyon gyorsan terjednek az interneten. Valószínűleg ezért is tud ez egy 21. század dolog lenni, mert hogy ugye az internet most tehát minden napjaink részét képezi. Akkor az a kérdésem feléd, mint mint fiatal tanárhoz és mint fiatalokat tanítóhoz, hogy mit gondolsz, hogy mitől, mitől lehetnek érdekesek a fiatalok számára, mi az a, a dolog bennük, ami, ami miatt ez egy működő kommunikációs csatorna, akár az órádon? Egy konkrét tanúrai élmény kapcsán is felvetődött a téma, Szó volt Kármán József Fanni hagyományai című művéről. Mindenki nagyon lelkes volt, és mindenki nagyon rajongott, amúgy nem. És belőlem is kijött az őszinte, hogy megmondtam, hogy az egyetlen egy irodalmi hős, akit azért keltenék életre, és saját kezemmel megöljem, az Fanni. De amúgy de. de. hogy egyszerűen az a, az a fajta szentimentalizmus, és az a fajta szentimentalista hős, akinek egy fokkal boldogabb lesz az élet, aztán mégsem az úgy elindított egy érdekes kommunikációt, és, és úgy, ahogy így válogattam a mémeket a, az alkalomra, rájöttem, hogy amúgy konkrétan senki nem készített mémet Fanniról, de hogy mindenki közösen, együttesen nem szeretjük, nem, merek, nem merem árnyalni, nem szeretném fogalmat, hogy hova lehetnek de mindenki tudja a saját maga csendjében, hogy hogy hogyan állunk ehhez az egészhez, és akkor ebből elindult egy kommunikációs folyamat. Időközben a, milyen mémek jelentek meg, vagy van kivetítve valamelyik? Az embertragédiájás. Ember uh, igen, először az akkori 11. eseimmel kísérleteztem, akik már időközben le is érettségiztek, és kíváncsi voltam, hogy az a magyarázat, ami elhangzik órán, hogyan csapódik le az ők fejükben. Tehát egyszerűen azt mondtam, hogy egy hetetek van két mém mindenkitől, és ez is egy visszacsatolás volt, hogy egyáltalán megértették-e azt, hogy, hogy mi történik az órán. Még azt hiszem van csomó Istünk is. Tehát ugye a másik személyes kedvencem, a szövegét még most nem tudom kívülről, de a Csongor és Tünde egy elég emblematikus részét mutatja be a szereplők nevének a keveredése kapcsán, mert ezt még mai napig érettségi előtt is eljátszottuk, hogy akkor ki Balga, ki Ilma, ki Tünde, ki Csongor, ki kinek a milyen, és hova tartanak közösen. Úgyhogy ezek rendre mind visszacsatoltak, hogy... Valamilyen szinten csak megértik azt a magyarázatot, amit tanórán biztosítok. Az a következő kérdésem, hogy kötelezően vicces kell-e legyen egy mém, vagy az a, az a template, az a forma, amiben én beleöntöm a tartalmat, az, az lehet mélyebb, elgondolkodtatóbb, esetleg más, más érzést kiváltó, mint az, hogy most én. Nekem nevet nem kelljen. Ezen is sokat gondolkodtam, főleg ma reggeliben, miközben utaztam errefele. Ez is olyan relatív, hogy egy adott mém lehet, hogy nekem vicces, van, akinek nem megy át, és eléggé erőltetetnek tartja, és úgy konkrétan, hogy burkoltan lehet üzenni is a mémeken keresztül, és ez eléggé uh, megvalósul. Most az jutott eszembe, hogy van ez a Moraliza nevezetű Facebook oldal, ahol különböző festményekre mainstream és kevésbé mainstream magyar dalszöveg részleteket tesznek rá, és ma reggel a kávé mellett ráléptem az oldalra, és beugrott Rákosi elvtársnak az arcképe, és oda volt írva, hogy hajolj bele a hajamba. Tehát, hogy ez a kettő még mindig így. Tehát, hogy ez amikor úgy a humor és a komolyság, a kifigurázás nagyon is találkozik, vagy egy, egy budapesti uh, csata jelenet, most már nem tudom melyik festőtől, és táncolj Budapest parádi. Tehát hogy elég sok uh, sok ilyen jellegű mém van uh, azon az oldalon is, ami helyenként durva, helyenként társadalmi problémákra és kifigurázások, kifigurázásokra is reflektál. Um, miből lehet mémet készíteni? Uh, milyen milyen téma dolgozható fel? Szerintem bármi. A tudják rólam, hogy ha nagyon benne vagyok a magyarázásba, random elfelejtek állítmányt tenni a mondatba. Tehát, hogy nem feltétlen muszáj a, a mémnek a, létezni elég, hogyha valahogy szállóigeszerűen így, így az igéket és az állítmányokat keresünk a mondatban, mert egyszerűen a magyarázás héve az annyira elvisz engem is, hogy így, így elkezdek röhögni, és akkor jön az interakció az osztály részéről, hogy, hogy de mit állítunk a mondattal, hova akarok kiukadni vele. Úgyhogy effektív szerintem bármiből lehet. Kérdés az, hogy milyen kontextusba helyezzük. Az, az előző kérdéshez is kapcsolódóan egy kicsit e, azt szeretném megkérdeni, én sem tudom a választ, de hogy gondolkodjunk együtt, azért kérdem, hogy e, e, mi lehet a szerepe a templéteknek az egész Mém jelenségben. Ugye vannak több száz, több ezer kép, ami megtalálható az interneten, letölthető ingyenesen, és bármiféle szöveggel, tartalommal feltölthető, tehát hogy rászerkeztem utólag digitálisan. És a, ezeket az alapokat nevezzük templéteknek, amely a, az internetes környezetben bizonyos jelentéssel bír. Tehát Tudom, hogy, hogy szó szerint kell értelmezni, vagy ironikusan, vagy, hogy alapvetően egy, egy milyen a feldolgozott témának egy milyen megközelítését jelöli. És tulajdonképpen mindenféle téma, amit feldolgozunk mémekkel, azok képi formátumban ezek között a templétek között mozognak. Tehát tulajdonképpen valamilyen szabályoknak feleltetjük meg azokat a témákat. És uh, 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 erre keressünk választ, hogy, uh, hogy tehát, hogy miért, uh, miért fontos, hogy betartsunk templéteket. Uh, ez a lényeg, hogy, hogy bizonyos templétek mentén uh, dolgozzuk fel azokat a témákat, vagy, vagy hogy jön az egész a képbe. igazából a kérdés és a felvezetés kapcsán arató Andrása, vagy Hyde Payne Harold jutott eszembe. Egy az, ami ő maga valójában, és ugye hogy egy televíziós, nem is ilyen szórakoztató műsor kapcsán megszólalt, és és az az ember, aki annyi mémet, és annyi életérzést közvetít a maga a nézésével és a megjelenésével, társítunk valamit. Tehát, hogy egy, egy Konkrét uh, templét uh, jön létre, és viszont amikor megszólal egy teljesen más ember, és, és az, hogy élőben látni videó videófelvételen, hogy amúgy hogy, hogy tényleg ilyen. Hát, mi az, amit mi eldöntünk, hogy, hogy mémként, vagy mém alapként tekintünk rá, és milyen az, amikor valaki valójában létezik, vagy ott van az a kicsi, kicsi csaj, aki nagyon veszélyesen néz hátra a, az égő ház elől, és közben felnőtt, tehát hogy, hogy még mindig. És így, ahogy így, különböző platformokon ennek szembe azok, hogy, hogy azok, akik 5-10 éve ezelőtt uh, ilyen nagyon felfutott mém alapként léteztek, tehát hogyha konkrét emberekből indulunk ki, azok időközben felnőttek és, és megváltoztak, és az is lehet, hogy, hogy az a pillanatnyi kép, amit elkaptak, hogy új, új módon nézni, és az a gyilkos tekintet, az menet közben átalakult. Úgyhogy szerintem ez még mindig relatív, és egy adott uh, Periódus, egy adott életszakasznak a jellegzetessége, ami, ami, változik. Tehát rugalmasság jellemzi szerint. Így, ahogy végig gondolom, szerintem a rugalmasság jellemzi. Ha én elkészítek egy mémet, az mitől tud sikeres lenni? Úgy értem, hogy a téma befolyásolja-e azt, hogy éppen egy mainstream templétet használok, az, hogy közérthető, most ha akár csak egy, egy osztálytermen gondolkodunk, és házi feladként értelmezzük a mémet, akkor, akkor mondjuk melyik, melyik diáknak fogják legtöbben megtapsolni a munkáját, aki mit csinált házi feladatként? Az, aki leginkább a legaktuálisabb témát tudja megragadni. Végül is, de ennek saját, most hit is tudok mondani, tehát, hogy egy mém lehet örök életű és örök érvényű, nem muszáj az aktualitást megfogja. Kérdés az, hogy mennyire tudja önmagát kivetíteni. Tehát, hogy mennyire érzik, hogy az az ő munkája. Mert uh, pozitív tanári élményként éltem meg azt, ahogy, hogy olyan emberek, akik órán nem nagyon mernek megszólalni, olyan mémeket készítettek, hogy így, így konkrétan visszakérdeztem, hogy ez biztos, hogy te csináltad, tehát is... És katujáztam, és dobozoltam a diákokat azért, mert nem mertek megszólalni. És egy idő után ez teret biztosított nekik, hogy órán ismerik a hangukat hallatni, mert nem rossz az, amit mondanak. És megint az, az értékelhetőség és a megfoghatóság az egésznek. Mert például a, az ember tragédiás az előbbi, ami volt, azt, azt egy olyan diákom készítette, aki azelőtt konkrétan végig ette, és itta, és tehát hogy a kocsma hangulata hátsó padban megvolt, és azt követően elkezdett megnyílni, és egyre inkább érdeklődőbb lett. Úgyhogy minden esetben, amikor mémkészítés van, szerintem én jobban várom, hogy az egész így beérkezzen a classroom értesítésként, és majd így egy lejütőben végignézem, és, és lássam, hogy ők miként nyilvánulnak meg. Nyilván voltak olyanok, akiknek ez sem tetszett is, és levettek a netről -e mémet, és egy mémet, is, egy-két szót módosítottak rajta, de az, aki úgy igazán meg szerettem volna mutatni magát, az annak sikerült, és egy új színét és egy új személyiség uh, szeletét ismertem meg az adott diáknak. Úgyhogy én teljes mértékben pozitív példaként élem meg ezt a feladatot. Uh, mit gondolsz tanárként, emberként, hogy... Uh... Melyek az értékes mémek? Mitől lesz egy mém uh, jó? Uh, mitől fog uh, tehát, uh, szellemi értéket kapni? Attól, hogyha, hogyha sikeres, vagy hogyha uh, nem annyira mainstream templétet használok, vagy, vagy uh, bizonyos fokú személyiség van benne, vagy ez, mik ezek a faktorok szerinted? Hát, hogyha az egész beszélgetésnek a címéből indulunk ki, az egy nagyon aktuális. Uh, már lassan szállóige, meg kép nélkül is látjuk és halljuk, hogy, hogy ez az egész, Szia uram, és már tovább, uh, eléggé sok változata megszületett. Nem feltétlenül mém formájában, hanem ilyen szállóigeként is. Mindig megvan az aktualitás, és és volt, uh, amikor bennem voltam egy ilyen Facebookos csoportban, ez a Dunk Memes Society, Na, azok a azok azok a mémek, amik úgy tényleg csak egy rétegnek, mert van, aki nem érti meg, vagy valakinek tényleg nagyon durva. És az az a terület, ami a, 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 fekete humorral fűszerezett, ötvözött mém kultúra, ami, ami eléggé veszélyes tud lenni. Ugyanakkor, ha ebből indulunk ki, szerintem a mainstream, a hirtelen felkapott mémek azok, amik úgy, úgymond univerzálisabbak tudnak lenni, mert azt mindenki megérti, és az úgy aktuálisan tud dobantani, és, és eléri a célközönséget elég széles körben. Az a következő kérdésem, hogy ez egy komoly, tehát hogy komoly dolog-e a mém, és ezt olyan értelemben is kérdezem, hogy van-e neked mondjuk olyan, engem néha elfog a lustaság, és akkor ezt csinálom, de hogy van-e olyan veled, hogy órákon keresztül semmi más nem csinálsz, csak bizonyos platformokon pörgeted a telefonodat, és nézed a, a mémeket. És ö, ö, egy ilyen tevékenység úgy, néhány eltöltött ilyen óra után érzed-e azt, hogy hogy ez produktív volt, tehát hogy, hogy ö, fejben több lett élettől, vagy ö, utána elismered, hogy ö, ö, jó, lehet, hogy most igazából csak lusta voltam, és nem csináltam ilyes, vagy ö, nem csináltam ö, hasznos dolgot, ö, vagy hogy ö, mennyi időt kell egy ember a mémekkel töltsön akár, tehát készítés, megosztás, nézegetés, stb. és hogy, igen, igen, ezek a kérdések. Egy volt diákom, facebookozási szokása jut eszembe. Olyannyira elkezdtem lájkolgatni azokat a mémeket, amiket megosztott, hogy már a Facebook így konkrétan értesítést küld el nekem, hogy XY megosztott egy bejegyzést, akkor biztos vagyok benne, hogy egy mém. Hát oda jutottam, hogy nem kell konkrétan keresem a mémeket, a mémek jönnek szembe velem. És ő az a személy, aki bevállalja, hogy, hogy a skálát lefedi, tehát a legkomerciális személyektől kezdve olyanokat is megoszt, amit így, így én csak nagyon szűk körben mernék megosztani. Úgyhogy így végig gondolva nagyon ritkán fordult elő az, hogy én itt csak így görgettem, és csak görgettem, mert mindig a, az a hirtelen mennyiség úgy megütött, hogy azt mondtam, hogy az úgy elég egy bizonyos időre, és, és ebből kifolyólag meg tudtam a határt húzni egyelőre, aztán sose lehet tudni, hogy mikor jön el ez az állapot, hogy csak úgy tétlenül fekszem is, és csak mémeket nézek órákon keresztül. Mint magyar tanártól kérdem, hogy euh, szerinted a, a, feldolgozott tartalom és az üzenet euh, csorbule elértéktelenedik -e egy kicsit azáltal, hogy egy, egy nagyon euh, köznapi formába van gyúrva hogyha mémet készítek belőle. hogy Lehet, hogy nem tudom, mondjuk egy, egy magyar költőnek a, a, a költészete nagyon, a, a, nagyon magas röptű, meg, meg nagyon mély, és a, 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 tényleg rettentő sok értéket hordozni magába, de hogyha én egy, a, egy interneten keringő képé szerkeztem át, egy-két sorát, egy részletét, akármi, akkor hogy egy kicsit megölöm az eszenciáját. Szerinted beszélhetünk erről? Én bevallom őszintén, volt olyan periódus, hogy, hogy fejezet vagy tanegység végé ismétlést a mémekkel oldottam meg. Van ez az oldal, az az irodalmi mémek, most már nem annyira aktív, régebb többet posztoltak, és amikor Tóth Árpád költészetek kapcsán valahogy a szinesztéziát próbáltam megmagyarázni, pont akkor találtam rá, Na nem is az irodalmi, még még nem még másik oldalnál az a Dance Monkey-ból egy részlet, de hogy rajta volt a lila nyakkendő Tóth Árpádon és egy parti szemüveg, akkor így a dallam, a, a kép, az minden összetalált, és valahogy ezt a szinesztéziát is át tudtuk adni. Valamint a, a a romantikus költőkkel elég sok van. Tehát, hogy van egy olyan, hogy Petőfinek az a, az elhíresült portréja, rajta a parti szemüveg, és oda van írva, hogy amikor a kritikusok lehúzzák az új kötetet, de te konkrétan leszarod meg korlátal a természet vagy virága vagy, és így ezáltal a kontent is átmegy, mert hogy éppensége Petőfi költészete, de hogy kötik a vizualitáshoz, és, és ez az, ami, ami, segít, mert hiába írok egy táblavázdatot, függett attól, hogy az most a whiteboard markerrel fehér táblára, vagy hagyományos krétástáblára. hogyha van kép, van képi anyag, hamarabb felfogják, és könnyebben átmegy az üzenet. <kül> Csorgulni csorgul, mert persze vannak olyan felfogások, hogy az irodalmat az csak a magaslaton, a parnaszuson és párhol lehet kezelni, mert az irodalom mint olyan megérdemli. Én azon az elven vagyok, hogyha nem közelítünk az irodalommal a diákokhoz, akkor megmarad a fényév távolság is, és annyira fognak érteni az irodalomhoz, mint én az atomfizikához. Tehát, hogy nem egy megfoghatatlan uh, szellemi táplálékként kell uh, megközelíteni. Nyilván ennek is megvan a hátránya, mert át lehet esni a lónak a másik oldalára. Ezért van az, hogy csak időszakosan uh, vetem ezt be. És ezért van az, hogy, hogy nem minden héten van kiadva a mémkészítés házi feladatként, hanem úgy Havonta egyszer, negyed évente egyszer, vagy attól függ, hogy mennyire sűrű a féré, vagy mennyire van átalakítva a különböző uh, oktatási formák kapcsán, az online, offline, hibrid, a minden, amit kipróbáltunk. De eddig működik. Tehát eddig a, az elmúlt két és fél éves uh, tanári pályafutás, hogy nevezzük ezt akárminek is, amit itt a hátam mögött van, uh, eddig működött. Úgyhogy kíváncsi vagyok, és ezt a kérdést úgy meg is tartanám magamnak. Hogy, hogy, még két is fél év múlva hogyan fogok ehhez hozzáállni? Szerinted a mém készítést nevezhetjük -e egy új keletű művészetnek? Ez az, amin, amire úgy konkrétan nem tudok választ adni, mert egyáltalán a kortárs művészet, mint olyan, eléggé uh, széles skálát uh, föld le, és a klasszikus művészeti felfogások teljesen feloldódtak. Valamilyen szinten igen, mert alkotási folyamatként tekintünk arra, és a megfelelő szövegrészletet társítani a megfelelő képpel uh, nagyon, is, nagyon is elgondolkoztató tud lenni az alkotó számára, és, és talán ez is lehet egy. Uh, alternatív válasz arra, amit az előbb kérdeztél. Hogy a mémnek a sikeressége miből, miben áll, vagy miben bukik. Szerintem pont, hogy ez az alkotási folyamat az, ami, ami rátesz egy lapáttal. Nyilván vannak azok is, amikor is spontán uh, valami eszünkbe jut, de hogy egy jól kidolgozott mém kellőképpen tud uh, népszerű maradni, és fennmaradni annak érdekében, hogy minél több emberhez eljusson. És uh, akkor beszéltünk e arról, mondjuk, hogy uh, a mémek egy új műfaj? Egy ilyen hibrid az, az nagyon tetszett, ahogy kezdted az egészet, hogy, hogy uh, kép és szöveg viszonya. Uh, tehát megismétlem a kérdést, hogy, hogy uh, beszéltünk egy, egy új műfajról, a mém műfajról. Szerintem beszélhetünk, csak arra kell odafigyelnünk, hogy a mai tizenéveseket már le tudják kötni. Tehát, hogy melyik az, az az életkor, vagy az az életkor és az a szakasz, amikor a mémek még érthetőek, vagy már érthetőek. Mert addig a pontig, amíg a TikTok és a mindenféle videók, amik így röviden nem csak képet és szöveget, hanem hangot is adnak, az meggyőzőbb tud lenni. És kevesebbet kell gondolkodni. Úgyhogy szerintem a, ahhoz, hogy a mém, mint műfaj, mint szubkulturális, vagy bármilyen kulturális jelenség a, megállja a helyét, el kell érni egy bizonyos korosztályt, egy, egy élettani sajátosságot a, meg kell élni, ahhoz, hogy, hogy ne csak egy a, egy kínos kép legyen, amin azért nevetek, mert mindenki nevet a környezetemben, hanem hogy értem is azt azt az információt, amit megpróbál továbbítani. Hogy kérdezzem, tehát, hogyha a főállású mémkészítő lennék? Tehát, hogy mondjam, hogyha éjjel-nappal azon törném a fejem, hogy milyen környezetemben történő dolgokra tudnék reflektálni azzal, hogy, hogy rászerkeztek szöveget, képet egy templétre, akkor én ezzel értéket teremtek -e a világban? Szerintem amúgy többen lennénk főállásban mémkészítők akkor lehet, hogy a világ is egy boldogabb hely lenne, hogyha csak a mémekből állna. Uh, nem tudom, erre úgy, úgy nehéz válaszolni, mert annyira konkrét és mégis egyénre szabott, hogy, hogy én így hirtelen nem is, uh, nem is tudnék egy konkrét választ mondani erre, viszont ez így lehetne egy ilyen nyitott a kérdés is, hogy mindenki maga elgondolkozik rajta. Hát vannak olyan kérdések, amikor nem muszáj azonnal konkrét választ adni. Akkor, uh, én nem tudom, itt nagyon sok mém, amit Egon hozott, az már lement. Uh, gondolom, hogy aki online követ minket, az is uh, tudta látni. Uh, akkor esetleg, hogyha ezek közül néhányra emlékszel fejből, akkor kérlek mondd el, hogy milyen körülmények között született, miért, miért hogy mondjam, nőtt annyira szívedhez, és esetleg, hogyha még a, a diákjaidon kívül megneveznél egy-két olyan forrást, ami, ahol szerinted értékes, érdekes, vagány ilyen tartalom érhető el, akkor azt kérlek, hozd meg velünk. Nem tudom, a, a Dunántúli mandula faláccot? Vagy az még nem volt? Őt ismét ismétlődik? Több csatolmányt küldtem. Itt nincs. három részt beküldtem. Három részt beküldtem őket. Öt, öt 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 és mind továbbította? Öt, öt képen csak. És Nem baj, hogy küld kül tovább, eddig beszélek. Öt. Lucifer meglátja Ádámot és Évát a paradicsomban. Csongor és Tünde két köszönés után sem beszél. Igen. Uh, uh, miri, miközben keveri a szart.

De uh, igazából bármelyik kulcsot tudja kapni, az okos Az már volt, úgyhogy a, a macskás pedig Na jó, most, most azt hiszem mind, a, mind az összes kép el, mert... Úgy voltam vele, amikor a 11-ben tanítottam az ember tragédiáját, nehéz volt, mert nem, nem volt meg az a kényelmi helyzet, mint például a Bangmannál, hogy a Nádasdi Ádám fordított változata már ki volt jöve, és így, így részletek szerint össze tudtuk hasonlítani, és ahogy mondtam az előbb is, ez volt a, a fő próbája. Nyilván a mémek többsége igénye nélkül volt kiválasztva, azért akarva-akaraton a kedvencemet is becsempésztem, és ez az egyik. Mert ahogy mondtam, a, a visszacsatolás az egészben, is. És ekkor fogalmazódott meg bennem ennél az osztálynál, hogy, hogy valóban tud működni, uh, akár pedagógiai módszerként is az, hogy hogy mémek által tanuljunk és ismételjünk. És nagyon nem vártam, hogy ezeket a szavakat így kimondjam egymáshoz uh, összekötve, egymásra összekötve, mert nem szeretnék uh, tanórai uh, ízűen beszélgetni, ha már elég nehéz kilépni a szövegből és a szerepkörből is, de igyekszem. Uh, közérthetőben beszélgetni. Uh, igazából ez, ez egész volt itt már. Folyamatban ment. Még mindig ugyanaz az öt. Igen. Igen, azt közöt. Nagy. Akkor mehet szlácsomas beszélek a több ír, jó? A rólam készült mémekről a, konkrétan, tehát van az az ikonikus jelenet, amikor a pársvétáll az utcán, a férfi hátra néz egy másik lányra, és én vagyok a házi olvasmány, és a, a nő, akire hátra fordulnak, a, a ők, a, tehát ő a tartalom. És ezt így elküldték mert hogy volt olyan uh, házi olvasmány, ahol tüzetesen, az összesen bevallották, hogy nem olvasták. És nyilván próbáltam lereagálni úgy, hogy nem ordítottam körbe az osztályt, hogy miért nem mert olvasni, is fontos. Uh, elfogadtam a nézőpontjukat, hogy az a mű, az irodalmi alkotás uh, nem áll közel hozzuk. Vagy van az, az a fotó is, amikor a nevemmel játszanak. Tehát, hogy fent egón, teljesen kivilágítva, lent pedig egy sötétebb változatban, egóf. Úgyhogy több, talán volt egy, egy, olyan is, ami az a, a, drékes mém, amikor út mutogat, és valamivel egyet ért, és valamivel nem. Azzal is valahogy összehoztak, csak az, az sose került hozzá. Pedig azt vártam leginkább, hogy, hogy hogy én, meg a Drake, a spanokkal hogyan, hogyan találkoznak, és nem, nem, tehát nem tudják, hogy kinél van. És azt vettem észre a, a suliban, főleg ahol tanítok, hogy, hogy borzasztó egy uh, keletje van. Tehát, hogy egy konkrét oldalt hoztak létre, amin a, suli, a suliban tanító tanárok, diákok élethelyzetekből készítnek mémeket, és persze, hogy, hogy nem hagyták, hogy bekövessem őket. Mert uh, következik. Jó. Közben jelezték, hogy lejárt a nekünk szánt idő. Akkor legalább összegezzünk. Jó. Részemről annyit mondanék. Megköszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Illetve nem tudom, azok számára, akik követték itt helyszínen, vagy vagy az élő adást. Úgy remélem, hogy gondolatébresztőként kicsit úgy már sikerült komplexebben látni az egész helyzetet, hogy az egy-egy vicces képen túl is figyelni az egész jelenséget. Esetleg Egon. Én az egész beszélgetést úgy fogtam fel, hogy igyekeztem a dolgnak a humorosabb oldalát megközelíteni. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy hogy megvan az a fele is, amikor komoly, durvább, esetleg személyesebb tartalmú mémeket tudunk valakinek küldeni és közvetíteni. És, és ez volt az alap, hogy, hogy valahonnan elinduljunk, el is jutottunk, és meg tudtam mutatni, hogy, hogy én merem vállalni, hogy nem muszáj uh, folyamatosan csak uh, irodalom és szövegközponton tanítani ezt a tantárgyat, hanem lehet ilyen. ilyen intermediális fordulatot is behozni, ami elősegítheti az egésznek a működő képességét. Úgyhogy én is köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy minden érthető volt, mert most már a végére tüzetesen bevallom, hogy én tegnap délután még Lengyelországban voltam, úgyhogy sokat nem aludtam. Remélem, hogy, hogy azért a mondatok között volt összefüggés. Úgyhogy köszi ezt is, és azt is, hogy, hogy ide gyűltetek is. És láttam sok mosolygós arcot. Ez nekem az igazi visszacsatorás. Köszönöm szépen! Vibe the City Edition utolsó napjáról. A Molteraszon vagyunk, és azért mondom ezt többes számban, mert hogy itt élőben is vannak nézőink, viszont azokat is külön köszöntjük, akik a Vibe tv követnek minket. A következő előadásunk, beszélgetésünk igazából, mert én remélem, hogy beszélgetni fogunk, nem mással, mint Csalár Bencével, divat szakértővel és újságíróval. Nem véletlen, ő már egy visszatérő vendég egyébként Marosvásárhelyen is a Vibe Fesztiválon. Szervusz Bence, és elsősorban köszönjük, hogy idén is meglátogattál minket. Mikrofon bekapcsoljuk. Igen, az nem volt kicsit, de úgy nagyon jó. Azt hittem, hogy már be van kapcsolva. Szóval köszönöm szépen a meghívást. Igen, egy kicsit már-már visszatérő vendégként jöttem most újra a Vibe Festival City Edition verziójára, és bízom benne, hogy jövőre pedig a fesztiválon majd szintén tudunk valami alkotni, de ugye azért csak arról beszélünk, ami most történik, nem annyira a jövőbe tekintve. Köszönöm a meghívást még egyszer, és üdv mindenkinek, aki online néz. Hát nem véletlenül uh, mondtam azt, hogy van, amiről beszélgessünk, hiszen írtál egy könyvet nem régiben. De még mielőtt rátérnénk erre, egy kicsit uh, plegykáljunk, én azt mondom. Mesélj egy kicsit, hogy vagy, milyen volt az elmúlt időszakod. Akik követik Bencét Instagramon, azok láthatták, hogy tegnap még Steiner Kristófékkal vacsoráztál Görögországban, ma meg már itt vagy Marosvásárhelyen is velem beszélgetsz, úgyhogy ez egy szuper jó kis program lett neked erre a hétre. Úgyhogy mesélj egy kicsit az elmúlt időszakodról, úgy unblock. Talán összefüggésbe hozom valamennyire a könyvvel, ugye az elmúlt másfél évben azért eléggé be voltunk zárva, vagy zömében az év nagy részében be voltunk zárva. Nyilván ennek az egyik erőteljes eredménye maga a könyv is. De a közelmúltra visszatérve, viszont ugye pont egy új projektet fotóztunk az elmúlt öt napban Görögországban, ugye Kristófékkal. Igen, lényegében két két-két és fél órát töltöttem Budapesten, miután leszállt a gép, aztán indultam ugye hozzátok. Úgyhogy ez egy kicsit izgalmas volt. Tegnap még volt egy enyhe pánikról a munkatémban, amikor a kocsi majdnem leállt. Ugye azt hittük, hogy nyolc motoros fogja egyszerre lecincelni ugye a visszapillantó tükröt, de ez nem történt meg a bérelt autóval kapcsolatban szerencsére. Úgyhogy rengeteg fotózáson vagyunk túl, most megint nagyon sokat írok szerencsére, ami nekem egy kicsit ilyen terápia jellegű tevékenység is. A könyv az, ami alapvetően kitöltötte az elmúlt időszakomat, és az ehhez kötődő megjelenések, beszélgetések, de ettől függetlenül, aminek nagyon örülök például, hogy közel másfél év után újra tudok rendszeresen fessem vikre járni külföldre, mert most végre visszatérek Milánóban, majd ugye szeptember végén, amit tényleg tükrönyöve várok, mert nagyon nagy impulzus. Áradat az, ami ott engem ér ilyenkor, és kicsit kizökent abból, amiben éppen gondolkozom, és egy nagyobb, tágabb spektrumot mutat meg abból, ami úgy összességében globális szinten, mondjuk a divatiparban zajlik. Biztos vagyok benne, hogy már 600-an megkérdezték ezt tőled, de nem hagyhatom ki, hogy kezdesz el egy könyvet írni, vagy honnan jött az ötlet, és miért a magyar divat? Én sem tudom. Nem, nem, azt, nem, azt tudom, hogy miért írtam persze, de hogy, hogy egy könyvet elkezdeni egyébként így, én onnan kezdem, ami a, a legegyszerűbb. Tehát nyilván az egésznek van egy személyes indítatás, és ha van egy személyes indítatás, akkor nem teher írni nem egy, nem egy megerőltető folyamat. Az, amikor nyilván kutató munkák vannak közben, azért az összetettebb, de alapvetően ugye az 50, történet, illetve 50 plusz egy ugye, történetével együtt, ezek mind olyan történetek voltak, amelyek azáltal, hogy megírtam őket, valahogy hozzám is hozzántettek valamit, vagy, vagy engem is megérintettek, vagy inspiráltak, vagy motiváltak, és ez nagyon fontos szerintem. Úgyhogy elkezdeni egy könyvet ig igazából én próbáltam így az intuícióimra, az érzéseimre hagyatkozni, hogy kihez van ma kedvem, vagy, vagy kihez nincs, és, és minden nap az, azoknak a történetét írtam le, akiknek úgy éreztem, hogy most úgy szívesen elmérnék mondjuk úgy a, a világában, is ez volt nagyjából a során. Nyilván a, a kéziratladási határidő egy elég erős határvonal ilyenkor, de azt gondolom, hogy mindig van a végén egy ilyen nagy hajrá, és ezzel szerintem nincsen baj, mert valahogy az embert arra ösztönzi, hogy mindent beleadjon, és olyan dolgokra is képes ilyenkor, amire azt gondolnád, hogy így, ú, hát ez már nem fér bele, de aztán mégiscsak belefér a végén. Színfalak mögött, behind the scenes, ezt kapta, vagy ezt a címet kapta a könyved. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogy prioritizáltál, hogy választottad ki a, a magyar tervezőket, mert azért ezt el kell mondanunk mindenkinek, aki most néz minket és hallgat, hogy a magyar divatot foglalod össze, ami egyáltalán nem kis munka. Én most fogtam meg ezt a könyvet kezembe, úgy élőben, és azért, oké, okay, látszik, hogy nagyon sok energia van belefektetve. És kíváncsi vagyok arra, hogy mi alapján választottad ki ezeket a tervezőket, akiknek a sztoriát bemutatod. Ez egy közel egy éves folyamat volt úgy összességében igyekeztem, nyilván, ha az ember olyan dolgot ír, ami egy korszak lenyomata, vagy egy életmű összefoglaló, akkor, akkor, nem lehet szubjektív. Tehát az például ebben az esetben fontos volt számomra, hogy mondjuk olyan kollégáimmal, olyan partnerekkel, akik mondjuk értenek ahhoz, hogy mi történt a, a kortárs az elmúlt 20-30 évben, azokkal ezt átbeszéljem, hogy jó, de akkor az adott tervező mennyire Kon, ö, konstruktív, mennyire konzisztens a munkájában, ö, figyelembe veszi a nemzetközi igényeket, avagy sem, van-e valami újító jeleg abban, amit csinál, vagy, vagy tényleg csak egy ilyen nagyon ö, egyszerű sémát követve ö, lavírozik így a pályán. Úgyhogy nagyon sok szempontot figyelembe vettünk, aztán jó, nyilván volt egyébként pár dühös e-mail, de hát ezekkel nem nagyon trak mit kezdeni. Tényleg azt tudom csak hangsúlyozni, hogy ez nem egy szubjektív lista, hanem objektíven próbáltuk összeállítani tényleg, hogy kik azok, akik az elmúlt 30 évben meghatározó tervezők voltak Magyarországon. Egy kitétel mindenképp volt egyébként, ami már egy kizárók volt, hogy három-négy évnél fiatalabb márkát egyszerűen én azt gondolom, hogy egy olyan könyv, amin egy kor lenyomat nem szabad és nem, nem, nem éri meg úgy beltenni, hiszen nem tudhatjuk lenne egy ilyen pandémia helyzetben, hogy mi lesz ezzel a nagyon fiatal márkával, mennyire van meg már az adott időszakban az a fix vásárló, törzsvásárlói közege, aki, akire számíthat egy ilyen időszakban. Úgyhogy ez, ez mondjuk egy ilyen nagyon fix pont volt az egész szelekció tekintetében. És amikor megkerested ezeket a tervezőket, azért feltételezem, hogy nagyon sokukkal egyébként már munkaviszonyban voltál, vagy ismeritek egymást különböző helyekről, mert hogy ilyen ez a szakma. Hogy, hogy fogadták ezt az ötletet, hogy te készítesz egy ilyen enciklopédiát konkrétan arról, ami az elmúlt 30 évben történt a magyar divatban? Szerintem az első gondolat, hogy összességében hátlagoljuk a reakciókat, akkor nagyjából az volt, amit te itt felvezettél, hogy Hát, te, hogy, 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 hogy kicsit megszivatod magad, de hogy, hogy nagyon örülünk neki, mert mert tényleg az, hogy ennyi történetet, ez, tehát ezt a könyvet nem lehet úgy megírni, egy ilyen könyvet nem lehet úgy megírni, ha nem, ha nem ez az életed, vagy nem ez az, ami úgy igazán megmozgat. Tehát ha, azért azt gondolom, hogy 51 történeten keresztül nem ismételni önmagad, hiszen nagyon sok hasonló séma van egyébként a történetekben, hogy gyerekkorban ugye látták. Ugye ez megint csak egy ilyen divatt történeti levezetés, hogy volt egy időszak, mondjuk a 80-as években, amikor mindenki mondjuk otthon vart, mert mondjuk nagyon szerettek vanni, meg valahol a szükség is hozta magával, sőt korábban is. És ez, a, ez nagyon érdekes, hogy a könyveleiben lévő divat történet rész összeköti azt a történetekkel, azokkal, a, azok a tervezőkkel, akik ennek hatására vágtak bele abba, hogy ők divattervezők szeretnének lenni. Mert hogy azt látták, hogy a nagymama, az anyuka, vagy akár az apuka megveszi a burdát, vagy bármilyen más olyan dolgot, és az otthoni varrogépen elkezd alkotni, és ez volt az első találkozása a tervezőnek az anyaggal, a materiával függetlenül attól, hogy most textilről vagy bármi másról beszélünk, amely akkor hatással volt rá, hogy aztán eldöntötte, még ha volt egy mondjuk egy kitérő egy más szakterületen is, de később visszatért a divathoz, és végül ez lett úgymond a sorsa annak a tervezőnek. Tehát érdekes, hogy a szálak hogy összeérnek. Egy kicsit muszáj a könyvnek a kinézetére is rátérjünk, eddig egy kicsit a tartalomról beszéltünk inkább, de azt hiszem, hogy ez csak ilyen ízelítőként kell átadni most a nézőknek, meg az érdeklődőknek. Ezt el kell olvasni ezt a könyvet, bele kell nézni bőven, csodálni kell egyébként a fotókat, amik készültek, mert hogy erre is ki van térve nagyon pontosan, azért nem véletlenül választottátok ezeket a fotókat, mert gondolom, jól meg volt gondolva az is, hogy kikkel fogtok dolgozni, meg kikkel dolgoztatok. Viszont a borító olyan köszerepel. Ó igen, Enci. Ö, nagyon érdekes egyébként, ö, ezt még nem is nagyon meséltem sehol. Egyrészt záróírás gondolat, bár annál fontosabb, hogy pont két napja volt ugye a 2020-as szép magyar könyv uh, diátadó ugye Budapesten, és uh, ott a, a külön díjat pont ugye az én könyvem vitte haza, nyilván ugye, többek között a tartalom és a megjelenés miatt, úgyhogy ennek nagyon örültem, hogy szakmailag, tehát mind a kiadók, mind a terjesztők részéről is volt egy ilyen egy pozitív visszaigozlás a könyvnek a, a küllemével kapcsolatban, és visszatérve a, a Nikőhöz, ugye a borító, a borító kapcsán, Uh, Enikőnek a a egyébként először mondtunk le, mert nagyon nem kaptunk fel ezt a Hajdi és akkor uh, mondom, hogy olyan vagyok, akit kikúrnak, az, bocsánat, akit ki, kipattintanak, ugye a, a, az ajtón, és bemászom az ablakon, uh, bemásztam az ablakon, bemásztam az ablakon, viccet félretével, tényleg uh, aztán végül valahogy elkeveredett keveredett az e-mailünk, és mégis uh, ú, akkor még egyszer nekifutok ennek, és uh, hát az volt, hogy amikor mentünk a megbeszélésre, hogy akkor ennek a kereteit Megbeszéljük, akkor ugye Markus, ugye a ugye a kollégája már úgy fogadott minket, hogy mit keresünk itt, hogy mondták, hogy csináljuk. És, és, akkor, és, akkor és, és nem, értették, nem értették, hogy miért mentünk mi egy oda egy meetingre. Úgyhogy nekem ez egy ilyen szuper kiteljesedés volt ilyen szempontból, mert addig is, de aztán meg pláne az egésznek a kivitelezése, arászánt, akár büdzsé, minden úgy történt, hogy egyébként mondanám azt, hogy ahogy megálmodtam, de ez egy kicsit túl is ment azon, mert például az angol nyelvű kiadás, ami egy hónappal később került ugye a, a, boltok polcaira, és azt azóta már Londonban is, meg például különböző ö, nagy fővárosokban is kapható, vagy mondjuk Párizsban. Én azt gondolom, hogy az nekem nem volt a terveim között, hogy ebből készül egy angol verzió, és a kiadóm ragaszkodott hozzá, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami megérdemli azt, hogy kapjon egy ilyen extra felületet, és ez egy jó, jó dolog. És Enikővel milyen volt dolgozni? Encivel? ha szabad, becézem. <laughs> Majd megkérdezzük. <ne> <laughs> uh, nagyon jó, hát nyilván ő az a modell, akit azért nem kell instruálnunk a, a munkájában. Úgyhogy, amikor, hát ugye a történetében benne is van, hogy többször volt ez, hogy mondjuk olyan híres modellek modelleket váltottak le kvázi egy, -egy szituációban egy W Magazine-nek a fotózásán, vagy V magazin fotózásán, mint mondjuk kemből Campbell. Tehát azért nagyon kemény sztoriai vannak, hogy a Gucci fotózás, vagy Gucci, Gucci kampányt nyomták mondjuk öt napig, de mondjuk készült három fotó, vagy négy fotó, és ez egészen más struktúrával dolgoztak nyilván, mint mondjuk a mi kis ö, ö, országunkban, de, de azt gondolom, hogy nagyon izgalmas volt. Valahol egy ilyen visszacsatolás volt ennek ugye a pályája kapcsán, hiszen ő az ezért volt arca többek között a Tiszecipő és a Vágóréka kollaborációjának korábban, és rengeteg olyan márkával dolgozott együtt, aki a könyvben szerepelt, Zókatinak, a, a, kifutóján még pályakezdőként vonult végelőször. először. Tehát ez egy ilyen nagyon jó ilyen kerekítettek kvázi az ő történetét is, ahogy visszatér a magyar divathoz mondjuk tényleg egy olyan márka után, mint mondjuk a Chanel, vagy mondjuk a Gucci. Azért ezekből a dolgokból, amiket eddig elmondtál, nekem az az érzésem, és szerintem nem tévedek, hogy összhang van ebben a könyvben. Tartalmilag, um, vizuálisan, amit látunk, tehát nem véletlenül választottad ki a, a tervezőket sem, Eniköt sem, mert hogy minden valahol találkozik. Tehát igazából egy kapocs vagy ezzel a könyvel, vagy egy kapocs ez a könyv. Így is jellemezhető például. Abszolút, ez az egész egy, egy óriási híd mert tényleg mindenki mindenkire hatott, tényleg akár egy nüansznyi dologgal, de tényleg voltak olyan nagyon direkt kapcsolódások is, amit, ami nekem is akkor esetleg vagy akkor állt össze, amikor már ott tartottam sok boldogságot. Úgyhogy igen, tényleg. Tényleg. Úgyhogy nekem is akkor állt, a szóval bocsánat a kis kitekintésért, csak hát nem álltam meg szó nélkül. Térjünk egy kicsit akkor uh, általánosan a magyar divatra rám. Jelenleg te ezt hogy látod? Ez egy óriási nagy kérdés, tudom, és borzasztóan sokat lehet erről beszélni, de kíváncsi vagyok arra, hogy neked jelenleg mi a véleményed a magyar divatról amblok. Mondanám, hogy elfogult vagyok, de azért nyilván kell egy kellő kritika hozzá, hogy, hogy lássa az ember, hogy nyilván van egy felívelő ö, része az egésznek, ahol azt látjuk, hogy mondjuk az első iparművészeti generációt követően, mint mondjuk Zókati, vagy mondjuk Német Anikó, vagy, vagy Andalmilie, vagy mondjuk az artista tervezői után, hogyan alakult ez folyamatosan. Ö, és hogyan hatottak egymásra az alkotók, és hogyan lett mondjuk Nanuska, hogyan lett a Zsösszibe, vagy hogyan lett a Júz. És euh, én azt látom, hogy minél több olyan meghatározó márka született, mint mondjuk egy, mondjuk tényleg, ha már úgy is mondtam, hogy Nanuska, annál több fiatal látta azt, hogy van lehetőség mondjuk arra, hogy ők az álmaikat mondjuk ebben a szakmában megvalósítsák. És euh, emiatt drasztikusan megnevekedett nyilván a, a képzések száma, ebből kifolyólag megnevekedett azoknak a jelentkezőknek, az jelentkezőknek a száma, ez ezzel szeretnének foglalkozni. Úgyhogy az egyértelmű, hogy drasztikus növekedésnek indult minden, ami a divatiparral, divat szakmával kapcsolatos. Nem csak a tervezői rész, hanem úgy ámlok minden. Viszont azért hamar ki, hamar ki lehet szűrni azt, hogy ki az, aki mondjuk valóban erre termel, ki az, aki nem annyira. Nyilván a szakma egy bizonyos pont után, ha nincs meg a kellő kitartás, kisveti magából, ha úgy tetszik, nem olyan kemény ezért ez, mint ahogy hangzik, tehát nincsen köpködés vagy hasonló, de azért nyilván van egy természetes szűrő, ami, ami azért szükséges ahhoz, hogy meglegyen az a fajta kemény maga, akikre hosszú távon konzisztensen lehet alapozni, és nagyon, tehát amikor látom, hogy valaki mondjuk elkezd valamit csinálni, akkor mindig eszembe jutnak korábbi példák, hogy Láttuk már ilyet, és hogy így én, én, tudom, hogy látom, hogy ennek mi lesz a vége, mert láttam azt, hogy hogyan tud tényleg a legmagasabbról is zuhanni mondjuk egy tervező, szimplán azért, mert nincs meg az a fajta ö, gyártási kapacitása mondjuk egy, egy ázsiai rendelés ö, kapcsán, ami mondjuk előre lendíteni a márkát, vagy mondjuk, hogy hogyan bukik el egy, egy befektető miatt mondjuk egy teljes brand nevet, mondjuk egy tervező megint csak. Tehát nagyon sok izgalmas sztori van, és én azért nagyon szerettem ezeket írni, mert nem az volt, tudod, hogy egy ilyen cukormázas sztori, hogy fú, minden tökéletes, nem, hát néha az ember felszáll a szoporról erre, aztán jól meghajtja, és, és onnantól kezdve pedig ugye nincs visszaút, és, és, ezzel, és ez, ez teljesen oké, mert ennek a része. És megint csak azt a sztereotípiát egy, egy, kis néma csendet szeretnék szentelni ennek. Úgyhogy megint csak ott van az a része is, hogy mégis a tervezők mennyi része az, ami valóban tervezésre telik idő szempontjából, és mennyi az a része, ami mondjuk tényleg Excel táblázatok igazgatásával, kalkuláció, web, webshop postázással telik. Tehát azért nagyon sok olyan sztereotípiát is mondjuk eloszlat a könyv, ami, ami szerintem jó ahhoz, hogyha az ember elolvassa, miért ezt a pályát választja. Um, a szakmádban is nagyjából feltételezem, hogy ezt is követed, hogy ezeknek a magyar márkáknak jelenleg milyen a kommunikációja. Olvastam nemrég egy interjút, amit, uh, amiben azt mondod, hogy a nagy brendek már megunták az influencereket. Ez csúnya, amit mondtam, nem? Nem, nem. tudom. Nem. Nem. Beszéljünk róla. Vártam, hogy most, 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 most provokálni most, szeretnélek. Valami prov igen, gondoltam. Uh, igen, ez ez szerintem lehet, hogy még a könyv megjelenése előtt volt. Ezt is így, most gondolom, de az van, hogy onnantól kezdve egyébként, hogy valami megélhetési forrássá válik, mint mondjuk az influencerség. Én azt gondolom, olyanatok ez a hitelét veszi az, aki ezt kommunikálja. Ez egész egyszerűen azért, mert onnantól kezdve már nem úgy méri a, a, megkeresések számát, vagy a minőségét, hogy, hogy az passzol az ő imidzsébe, vagy passzol abba a kommunikációba, amit ő korábban folytatott, hanem egész egyszerűen ő a lóvét nézi, hogy akkor havi bevételét mondjuk megnöveli extra 200 ezer forinttal. És, és én azt gondolom, hogy, hogy az a hiteles forrás, tájékozódási pont, akár influencer, és a márkák számára is, akik a szakmájukban csinálnak valamit, és emellett mondjuk elérnek embereket. És itt jön képbe az, hogy mondjuk ez a szám, ez nem kell feltétlenül, hogy mondjuk 300 ezer követő legyen, hanem mondjuk 25 ezer is elég, mert ez egy koncentrált bázis. És azt gondolom, hogy ezért van az, hogy mondjuk a nagy márkák mondjuk nem annyira szívesen fektetnek be mondjuk már egy 300 ezer követős, nem tudom, influencernek mondjuk a, a, a követői posztjaiba, mert egyszerűen elvész a sok egyéb zaj és hirdetés között. Ide akartam csatolni egy, egy gondolatot ehhez az egészhez, hogy azért azt muszáj megemlíteni itt, hogy nagyon sok influencer úgy lett influencer, igen hogy, hogy modell volt előtte. És akkor ő reprezentált egy márkát. Ebben az esetben mi történik, amikor, most nem tudom, így egy, egy név hirtelen nem jut eszembe pont, amikor kellene, de hogy valaki eh, modellként tevékenykedik, aztán nem tudom, nyugdíjba vonul. Te nagyon be akarsz cérést? vinni engem ebbe az influenceres erdőbe. Nem, Valami nagyon csúnya dolgot szeretnék kisajtolni belőle. Egyáltalán. Egyáltalán. Nem, egyébként való igaz, hogy akár szépségkirálynők, vagy, vagy modellek átvárnak egy ilyen vonalba. Hát Szívük jó, szíve joga, hogy eldönteni, hogy mondjuk mivel foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy nyilván, ha van egy dekoratív nő, aki mondjuk az univerzális szépségideáloknak megfelel, akkor hát nyilván azt gondolom, hogy testkép szempontjából nem tesz jót mondjuk az én 15 éves ugomnak az, hogy mondjuk azt látja, hogy, hogy az a menő, hogy, hogy mondjuk egy nem tudom, egy ilyen sminkkel, olyan sminkkel keni ki magát valaki, miközben egyébként én meg tudom, hogy nem keni ki magát azzal a sminkkel, csak ugye fizetnek neki, hogy azt mondja, hogy ki keni magát azzal a sminkkel. Tehát ezért én azt gondolom, hogy mint ahogy nagyon sok dolgot, ezt is kellő távolságtartással kell kezelni, és kellő objektivitással. Arról nem is beszél, vagy talán egy Példa kicsit szakmai jellegű, amikor valaki mondjuk egy Gucci kollekció kampány, vagy kollekció után azt mondja, hogy fú, ugye a férfi kollekciónál szokott ez gyakran lenni, hogy fú, akkor így fognak kinézni a férfiak. De ugye, hát nem, hát basszus, hát használod a szemed, bontsd elemeire, ugye van az a kifejezés, hogy showpiece, tehát az, ami a látványra megy, ami csak kifejezetten a kifutón fog megjelenni, vagy egy kampányban, vagy egy videoklipben, de hogy ezeket darabjaira kell bontani, és abból ezt, 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 ezeknek egy nem jelentős része nem is kerül az üzletekben. Tehát, de ez megint csak az, hogy az, ha ezt nem kommunikáljuk, akkor ezt az emberek nem tudják. És akkor mondjuk Marika azt posztolja, hogy az Impossible biztos nem fog felvenni a csipkeinget rózsákkal, nem is kérte senki. Úgyhogy ez hasonló, hogy azt gondolom, hogy az ember kellő, kellő, kellő nyitottsága, hozzáállása és nem egy ilyen támadó jelleggel áll az egész toriban, akkor, akkor azt gondolom meg lehet érteni mindkét oldalt, de mindenképpen úgy kell kezelni a szituációkat, akár egy influencer esetében is, hogy, hogy, neki ez a munkája, tehát hogy nem fogja azt mondani, hogy az, amit éppen visel, vagy ami, ami éppen az arcán van, vagy, vagy bármi és hogy az, az mondjuk rossz, mert neki nem ezért fizetnek. Oké, akkor hagyjuk az influencereket, de a következőkben is szeretnék egyet idézni tőled. E, nagyon sokan egyébként, e, és nagyon sok helyzetben beszélnek most már a fenntarthatóságról, ami a divatot illeti, mert egy olyan téma lett, ami forró is már, mindenki akar róla beszélni, írni, stb. Tündi, Tűn, megerkeztünk? <laughs> nagyon jó! <De>, Oké, okay. <laughs> ez jót jelent akkor, jó. Rendben, szóval visszatérve erre a gondolatra... Um, azt mondtad az egyik interjútban, hát egy házi feladatot megcsináltam, figyelj, Elolvastam mindent, ami megjelent Rit, róla ez a ritka. magyar sajtóban. Most Köszönjük szépen. Ebből élekezt, ez igen. Visszatérve, azt mondod, hogy nem a jó minőségi ruhák drágák, hanem a fast fashion túl olcsó. Imádom ezt a mondatot, fejtsük ki egy kicsit. De alapvetően az ember mindig úgy áll a fenntartatósághoz, hogy ez eleve egy, nagyon összetett probléma, hogy összetett jelenség. Egyrészt reflektálva arra, amit én most idéztél, tényleg az van, hogy most számoljuk már ki, hogyha mondjuk veszünk egy 1500 vagy 2500 forintos pólót, nem tudom, ez most átszámolva mennyi, nem értek hozzá sajnos, <laughs> engedjük el, akkor tényleg most szarozunk, ki ezt, hogy ez, ezt egy világmárka varrása, szállítása, anyagköltséggel, az, nem, azok az alkalmazottaknak a fizetésével, akik eladják, és azok, akik gyártják, hogy, hogy hogy jön ki ez jól, tehát hogy, hogy ennek mi a a, mi ennek a valós értéke, vagy mi a valódi ára a, a kifizetett összegen túl. És hogy ennek legfőbb, legfőbb kára általában valamilyen környezettel kapcsolatos dologhoz kapcsolódik, ami szintén nagyon fontos, hogy hogy ö, nagyon sok olyan kezdeményezés van, mint mondjuk a Fashion Revolution, ami, ami ha jól emlékszem, 2015-ben indult, ö, úgy igazán, és ö, ami pont ezt a fajta gyártási transzparenciát teszi lehetővé, hogy lássák, hogy kik készítik a táskát, ki, lássák, hogy kik készítik a ruhákat, mert hogy nagyon sok esetben azok, amiért mi 1500 forintot fizetünk mondjuk egy zarában vagy egy nem, mert ezt mondjuk Bangladesben mondjuk egy kisgyerek mondjuk a varógép mellett az édesanyjával rakja össze, mindezt úgy, hogy hogy hiába kommunikálja azt mondjuk az agent bár mondjuk próbál nem demonizálni őket, az attól, hogy valamit biopamutból készítenek, attól még nem lesz fenntartható, mert a fenntarthatóság egyik nagyon fontos pontja az az etikus gyártási folyamatokhoz is kötődik. És itt jön képbe az, hogy mondjuk azok a, azok a gyárak, azok a varrodák, amelyeket ö, úgy szoktak főképp nevezni, hogy sweatshopok, tehát ahol tényleg dolgoztatják az embert egy nap alatt éve három forintért, hogy ezek nem biztosítják azokat a munkakörülményeket, ami ahhoz kell, hogy, hogy ez etikussá és fenntarthatóvá váljon. Úgyhogy én azt gondolom, visszakanyarodva az, a, ugye az idézett mondathoz, hogy el vagyunk kényeztetve, el vagyunk kényelmesedve, és mindenki arra fel fenntarthatóságról, meg a tudatosságról, hogy az automatikusan valamilyen lemondásra jár a te, te hétköznapoddal kapcsolatban. Akkor te nem veltsz ruhát mondjuk egy, egy következő buliba, csak ugye ahhoz, azt meg senki nem mondja, hogy mondjuk az a poliészter ruha, ami koktélruha, amiben elmész mondjuk valaha bulizni, az mondjuk több mint 200 év alatt fog lebomlani, de akkor is kb. mikroműanyagra, ami ugye aztán abba az ételbe kerül, amit azt, aztán megeszünk. Tehát ez egy ilyen végeláthatatlan kör, és addig, amíg nincsen megoldás például a textilipari hulladéknek a reciklálási folyamata, addig ezt nehéz is az emberek felé kommunikálni, mert most én hiába edukálom az embereket, vagy próbálom edukálni, hogyha nincsen opció arra, hogy ezt ők hogyan tudják a lehető legkönnyedebben megoldani. Ez olyan, mint mondjuk a szelektív személygyűjtés. Most már tök, általános szerintem, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet. Hosszú évek munkája az, hogy ez megtörtént. Úgyhogy hasonló vár igazából a ruhákra is. Ö, megint egy általános kérdéssel térek vissza. Hogy látod te jelenleg a magyarokat öltözködés szempontjából? Mennyire figyelnek oda mondjuk arra, hogy nem tudom, turkálókból vásároljanak például. Te egyébként mennyire figyelsz oda, hogy fenntartható legyen az egész dressinged, vagy minden outfitet úgy találsz ki, hogy, hogy ez a conscious cím alatt működjön. Erről mesélj egy kicsit, kérlek. Nálam ott kezdődik, aztán majd tágítom a kört, hogy mondjuk én 98%-ban csak lokális tervezőktől vásárolok, tehát nekem nincs igazából mondjuk egy alsógatyán kívül más, ami, ami mondjuk fast fashion üzletből származik, és de nem is akarom azt mindenki felé kommunikálni, hogy most akkor csak te tervezőtől vásárolj. Igazából, ha megkérdezni valaki, hogy mi a legfenntarthatóbb ruhatár, a legfenntarthatóbb ruhatár az az, ami már otthon van, mert akkor nem veszel újabbat, és nem hamozol fel még több tárgyat. Tehát, ha már otthon van egy agent nem kabát, vagy egy zara cipő, akkor már ezt, az hord rendesen. És ez olyan, mint mondjuk az elbuk. Mindenki azt gondolja, hogy az elbuk az milyen roható környezetbarát, miközben az elbuknak az ökológiai lábnyoma az kb. azt jelenti, hogy minimum száz könyvet kell olvasnod, három-négy év alatt ahhoz, hogy kvázi ledolgozz annak az árát, amit a környezet azért megfizet. És amikor képbe jön az, hogy akkor jó, de az elbuk, de az elbuk ez ugyanez. Tehát minden ilyen dolog, amit, amit egy, egy, egy iPad-en vagy bármin nézel, ennek komoly következményei vannak a digitalizáció, az nem azt jelenti, hogy ennek nincsen ökológiai lábnyoma. Én például nem olyan tudtam meg, hogy a kicsit off-topic, de hogy a piszkozatok, a rengeteg piszkozat az e-mailek között, meg a spam-ek, ezek mind lényegében környezetkárosító hatásra rendelkeznek, mert óriási szervereket építenek ki ugye világszerte, ami megint csak pusztítja a környezetet. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy attól, hogy valamit kiküldenek online, mondjuk egy számlát, akkor az, ami megváltjuk a világot. Csak ugye valahol az egésznek az alapját kéne megváltoztatni. És bocsánat, a magyar öltözködésre visszakanyarodva elkalandoztam kicsit, na haragudj. Én azt gondolom, hogy az utánam következő generáció, mondjuk a hugom generáció, mondjuk a alfa generációs, én azt gondolom, hogy teljesen más menő second handből vásárolni. Azért, amikor én tínédzser voltam, fú, deaki, ennek ilyen használt ruhaszaga van, és hasonló. De tényleg, én mondjuk a mai napig nem tudok vásárolni second hand -okat. Van pár olyan bőrcsekim, ami, ami olyan bőrből valamilyen ö, húsipari és teipari melléktermékként ö, került mondjuk felhasználásra. Erre ez is egy izgalmas téma egyébként, bocsánat. Annyira benne vagyok most ebben a témában, hogy 867 éleképpen tudom, vagy szeretném megközelíteni, hogy, hogy minél tágabban tudjuk ö, átlátni a dolgot. De alapvetően azt látom, hogy a mostani gener generáció egészen másképp közelít hozzá. Ö, úgy akarnak individummá egyéniségé válni, hogy közben ö, nem akarják azt, hogy ő hogy olcsó ruhák, feltétlenül nagyon olcsó ruhákkal tegyék mindezt. Jó, ezt, tehát aláírom, hogy nem mindenki teti meg, hogy, hogy nagyon sok ruhát vásároljon. De, erre szerettem is volna, hogy, hogy térjünk ki, mert azért egy, okay. nem tudom, egy átlagos ember nem biztos, hogy megengedi magának azt, hogy csak magyar tervezőktől is, hogy csak helyi tervezőktől öltözködjön. Úgyhogy azoknak meg igen, ott ez az alternatíva, hogy akkor igen, ott vannak a turkálok. Vagy ott vannak, nem tudom, a, a szülők, nagyszülők gardrobiai, amiből esetleg lehet inspirálódni. Ez, ez a farmer ez az apukám még volt a 70-es években körülbelül, és imádom, megtaláltam egyszer otthon, és azóta nagyon sokat hordom. Szóval, hogy ez is egy fenntartható történet tud lenni, hogyha egy kicsit mondjuk megnézzük, hogy mi van otthon a szekrényünkben. Pontosan, illetve ami nagyon fontos így pont a a vintage és second -hand üzletek kapcsán, hogy ha megfigyeljük, mondj, most budapesti példát tudok mondani, ott van mondjuk a Tipo Showroom, ami egy olyan üzlet, ami alapvetően ugyanúgy second -hand meg vintage ruhákat értékesít, de ez lehet agent nem zárad, tök mindegy, de van egy ilyen előszelektálása az üzletvezetői által, tehát ami ugye elborzasztja az embert, amikor bemegy egy, egy turiba, hogy most nekem itt kotornom kell, és tényleg azt érzem, az hogy most a más csúnyán, más retkében kell kotornom. És ez van, mert hogy ezzel szembesünk, és nagyon jó, hogy végre vannak olyan üzletek, akik megteszik azt, hogy igényesen kiválogatják ruhákat, ami valóban hordható még, jó állapotban van, majd ezt olyan fertőtlenítési folyamatokkal szépen kigözöl, mint ha bemennél egy zarába vagy bárhol, meg tudod venni. És erre van szükség, hogy ilyen üzletek legyenek, mert nem új ruhákat kell alapvetően gyártani, hanem a meglévőket kéne visszaforgatni. Az más kérdés, hogy anyagösszetételtől is függ megint csak mert ha mondjuk egy kevert anyagról beszélünk, az a büdös életben nem lesz reciklálható, tehát hogy nem kerül vissza a körforgásba. Tehát vagy hordja akkor teljesen műszállásanyagokat, anyagokat, és akkor úgy dobd ki, hogyha használtad, vagy akkor te csak természetes alapanyagokat használj. De tényleg annyira nehéz ez az anyag dolgot is megállapítani, mert mindenki rá van pörög a fenntartatósági szempontból a lemvászonra. A lemvászon életciklusa tartóság szempontjából egy szezon körülbelül, mert ha megveszek egy sötétkép lemvászon a drágot, jó mondjuk az én szombom között biztos, de biztos más szombja között is úgy kid kidörzsölődik, hogy konkrétan olyan, mintha nem tudom, oda volna, vagy nem tudom, tehát nem lesz szép, nem lesz esztetikus, elmegy kedve az embernek attól, hogy természetes, természetes alapanyagokat használjon, és akkor ugye a magának a lennek, mint alapanyagnak a, a kivitelezéséhez, meg rengeteg vízre van szükség, tehát az sem fenntartható, akkor inkább legyen a viszkóz. Tehát nagyon sok minden, sok kérdés van az egész témával kapcsolatban, amit nehéz, ezt próbálom most így valahogy egy ö, kicsit összesűríteni, úgyhogy ezért kalandozok, bocsánat, mert engem is elgondolkodtat. Hát nem kell feltétlenül most megadjuk a, a tuti receptet, mert hogy nincs ilyen, viszont szerintem fontos, hogy erről minél többen, minél többféleképpen beszéljünk egyébként meg a következő előadásom ami utánunk jön, nagyjából ezt a témát is fogja érinteni. Úgyhogy otthon nem lőttünk le semmi olyat. Minden? Ez kicsit olyan, mint egy petting, nem? Akkor ez teljesen, mint egy petting. Igen, olyan. Én egy kicsit a könyvedre, kérlek. A továbbiakban még. Egyébként, hogyha vannak kérdések a közönség részéről, akkor szerintem Bence nagyon szívesen válaszol azokra is. Fentarthatóság, divat, akkor kérdezek a mert nekem kocs. még mindig vannak kérdéseim. Uh, Fentartható divat, magyar divat, uh, vibe fesztivál divat. Mondd el nekünk, hogy hogy kell egy fesztivál outfitet összeállítani. Hát legyen kényelmes, és érezd jól magad benne. Tehát, hogy ott, és, és bármennyire berúgsz, tud benne hazamenni. Uh, igazából ezek a legfőbb összetevői egy fesztiválszetnek. Uh, volt -e, korábban egy interjú, szintén egy influencer nyilatkozott ezzel kapcsolatban még, szóval a TV2-n, hogy uh, hogy még mi soha nem volt fesztiválon, de elment ezzel kapcsolatban nyilatkozni, és csak fehér ruhákat vitt. És mondom, Móni. De hogy, hogy ezért, ö, na, tehát hogy ezért ki először a fesztiválra, aztán ajángass másoknak fehér ruhákat a fesztiválra. Ö, biztos van ilyen luxi fesztivál ahhoz, oké, okay? de mondjuk egy szigeten, vagy mondjuk egy egy nem City Edition, ahol aztán tényleg durván megy a csapatás a homokban és a sárban, ott azt gondolom, hogy olyat, amit nem sajnálsz. Én például olyan cipőt szoktam használni, mondjuk fesztiválokon, ahol tudom, hogy mondjuk a, sor, a, a sár, sár és a por mondjuk egy opció lehet, amit mondjuk utána simán be tudok pattintani a mosógépbe. Bár anyukám szerint mindent ki lehet mosni. Mert hogy ki lehet? Hát majd Valahogy. ezt a velúrbőr cipőmtől kérdez majd légy. Uh. Na jó. Visszatérve egy kicsit még a könyvedre, mert az elején azért tartalmilag és mindenféle szempontból beszélgettünk róla. Kíváncsi vagyok egy kép ilyen pikánsabb sztorira, ami a munka folyamatot illette. Mert biztos, hogy történt ilyen, nem? Valami izgalmas, nem tudom, Mihalik Erikő elfelejtett felkelni nyolckor a fotózásra, vagy valami hasonló extrát izgalmas az a baj dolgot szerint... adjál nekünk. Szóval egészen más dolgok jutnak eszünkbe, ha azt mondod, hogy pikáns, de, de itt kezdődik a differencia. De, alapvetően én azt gondolom, de nem, hát Nyilván egy profi moderről beszélünk, ő nem fog elkésni. Nem volt igazából, talán amilyen nekem volt feszültség, és egy picit felrázott egy ponton a könyvírása közben, amikor Andalmiliával beszéltem, és az Emivel amúgy is tudtam, hogy nagyon jó lesz a beszélgetés. Tehát tényleg az, hogy van egy flója, élvezem, olyan, tényleg az élő élettapasztaltával olyan dolgokat fog mondani, amire azt mondom, hogy egy váó és a hangfelvétel eltűnt. Úgyhogy mondtam magamnak, jó, elkényelmesedtél a pukám, van 20 perced, hogy ezt, amit most ebben a másfél órában hallott, tehát ezt legépelt fejből, és sikerült, úgyhogy az volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy tudod, amikor már a 30 valahanyadik sztorit és mindig ugyanaz, jó anyukám, izé, varta kis, nem tudom, kis kesztyűcskéket vagy nem tudom, akkor ez így már így belaposodik. És az volt ez a pont, azt mondtam, na így, így kell írni. Úgyhogy ilyen szaftos sztoriaim vannak. Hát négy fal között nem sok minden történt. Milyen további terveid vannak? Hogyan tovább? Most indult a, kony, a könyvturnéd, ez az első állomásom, esetleg ez még valakinek nem tiszta. <laughs> Hogyan tovább? Milyen tervek vannak? Mit fogsz csinálni a következő időszakban? A turné lévén szeretnék egy stábot, mint Beyoncé. tehát ez az első. <laughs> mint Beyoncé. Nem, viccet nyilván a turné az, az, normál, egy normál világban, vagy egy pandémia nélküli világban, ez már tavaly megtörtént volna. Viszont én nagyon fontosnak tartom, mivel, mivel a könnyű is egy kicsit örökérvényű dolgot hangsúlyoz, hogy, hogy ezt mindenképp megcsinálom, ezt mondjuk decemberig mindenképp befejezem. Közben én még az is lehet, hogy dolgozom valami hasonló más dolgon, hasonló, de más dolgon. Mit uh, Mi tehát, az, hogy, hogy hasonló, de más dolog? Hát uh, nagyon sok téma érdekel, és szerintem azért ebben még van spiritus, uh, kicsit más megközelítésből, de azért most kb. 80 fotózásom volt az elmúlt négy hónapban, úgyhogy egy kicsit, és emellett ugye írnom is kell. Úgyhogy ö, egy kicsit most ez így ö, leharcol, de, de megint csak, hogy mindig vannak azok a pontok, amik így ö, felráznak, emlékeztetnek. Mondjuk pont egy ilyen kaland, mondjuk egy ötnapos utazás, tényleg, ahol, ahol munka miatt mész, de olyan emberekkel veszed magad körül, akik inspirálnak, akik motiválnak, jót, jókat nevettek nekem, például nagyon fontos a humorérzék a munkában is, és, és én azt gondolom, hogy hogyha egy, egymás lehet hangolódni a munkában, annál jobb nincs, és akár csak ez a könyv, akár egy másik projekt esetében is, ez, ez, az, ami igazán meg tudja mozgatni az én gondolataimat is, hogyha mindenki magáénak érzi egy picit a dolgot, és akkor tudsz születni valami ilyesmi a végén szerintem. Az elején is elmondtam, most is elmondom, hogy érdemes egyébként megnézni ezt a könyvet, beleolvasni, belelapozgatni, a sztorikat átnézni, a fotókat megcsodálni. Én még egyszer megkérdezem a közösségtől, akik itt jelen vannak velünk, hogy vannak-e kérdések? Van egy kérdés. Jó. Mikrofon szeretnél? Oda viszem én. Elég hosszú a kábelünk? Ah, ez nem semmi. Ez kábel. Oké. Okay. Jó, tehát hogyha op, ha ilyen fenntartható megoldásokról van szó, akkor ö, mennyire tartod azt fontosnak, hogy az emberek tudjanak varni varrógéppel? Tehát hogyha mondjuk egy darabot át kell alakítani, vagy akár egy egész szettet zíróról megvarni, akkor fenntartható megoldás se az, hogyha én megtanulok varni, és megveszem az anyagot, és megcsinálom magamnak. Jobban kijövök -e úgy, mint hogyha elmennék, és megvenném egy boltból, akár helyi gyártótól? Most is hirtelen első gondolatra az jutott eszembe, hogy onnan olyan szempontból mindenképp fenntarthatóbb hogy magát a, az anyag beszerzési forrását átlátott. Tehát, hogy átláthatóvá válik az, hogy ahonnan származik az anyag. Te tudsz arra figyelni, hogy mondjuk annak ökotex minősítésű, vagy goc minősítésű uh, anyag legyen az, amivel dolgozol, vagy, vagy jó, mondjuk ez megint csak olyan, hogy mondjuk ha akár felhozzuk a biopamutot, azért ott is erős kérdőjelek így kavarodnak az emberek fejében, hogy mondjuk bio, jó, mitől bió. Tehát, hogy, hogy ezeket jót így nem már tisztázni. Azt gondolom, hogy varni otthon a sosem rossz dolog, Uh, egyre több az olyan márka, aki nem hammoz fel egyébként pont emiatt uh, raktárkészletet, hanem maga az a struktúra működik, hogy egy workshopot működtet, és mindenki maga készíti el az adott uh, ruhadarabot vagy kiegészítőt, és a varrás is egy ilyen dolog otthon, onnantól kezdve, hogy te készítesz el valamit, egészen más lesz az érzelmi kötődésed az adott uh, ruhadarabhoz, mert lényegében uh, nem fogod kiszanálni mondjuk uh, egy hónap után, mint mondjuk könnyedén mondjuk egy műszállás, az arra felsőt, mert ja, nem vettem fel, de még rajta van a címke, mert hogy te csináltad, te kezed munkája, a munkája, te élményei kötődnek hozzá, ez egy sikerélmény számodra, úgyhogy szerintem fenntarthatónak, fenntarthatónak fenntartható. Kétlem, hogy 5-6 ezret levarnál, mint a kisgyerekek, de... De azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen egy jó megoldás lehet arra, hogy az ember nem... És megint csak, bocsánat, egy zerves gondot, aztán nem befejezem, hogy tehát nem kell mindig a nulláról varni, ez megint csak egy öndag. Van például az Orszola de Castro, aki nekem egy óriási ilyen inspiráló ö, személyek, ugye a Fashion Revolutionnek az alapítója, és szintén ö, egyébként írt könyvet ebben a témában, nem is egyet, és ö, ő mondja azt, hogy a ruhákat ö, mindig érdemes megjavítani. Tehát, hogyha mondjuk szétmegy a varrás, vagy elszakad, öm, simán meg lehet csinálni, hogy otthon ezt valahogy ö, megoldod. Nekem egy kicsit morbid, de ő például azt csinálja, hogy a molyrákta dolgaira, vagy felvarrót, vagy brossokat tesz. Ami egyébként nagyon jól hangzik, csak eszembe jut, hogy moly, pete, egyből <laughs> ez jut eszembe. De, de amúgy ez egy valós, és egy nagyon jó megoldás ilyen szempontból. Úgyhogy ez csak az én ilyen... Ö, félelmemettől, de egy jó alternatíva, tehát mindenképp fenntartható. Én lassan le is zárnám ezt a beszélgetést, mert még órákat tudnánk erről beszélni, de témában maradunk, mert hogy a következő előadás pillanatokon belül kezdődik, és annak az lesz a címe, hogy fast fashion árnyoldalai, de mit tehetünk ellenem, és lesznek itt izgalmas szakemberek, akik erről fognak nekünk mesélni. Én neked nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál, köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és remélem, hogy egy nagyon tartalmas következő időszakod lesz, és találkozunk jövőre a szamos, szamos Marosparton. Hogy elrontotta, hogy ezt tudsz, hogy Nem baj, mert... jó lesz az. Engem innentől kezdve megtaláltok itt a borospultnál, hogy ugye valaki beszélgetni szeretne, ott keressen. Nem, a következő beszélgetés nagyon várom, úgyhogy kíváncsi vagyok. Köszönöm. Mi pedig köszönjük szépen, hogy itt voltatok élőben, és a Vibe TV-ben is tartsatok a továbbiakban is velünk. Én szeretnék egy stábot, mint Beyoncé. Hát ez az első. <laughs> mint Beyoncé. Nem, viccet félretéve nyilván a tour Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Marosvásárhelyi Várban, illetve a Vibe TV nézőit is. Beszélgő társaimnak, beszélgető társaimat is köszöntöm, illetve hamarosan át is fogom adni nekik a szót, hogy ők is bemutatkozhassanak. Én Balog Mónika vagyok, és én leszek a mai beszélgetésnek a moderátora. A következő egy órában beszélgetni fogunk a festvesenek, az árnyoldalairól, beszélgetni fogunk a környezeti, gazdasági hatásairól, és választ keresünk majd arra is, hogy mit tehetünk mi átlag emberek, hogy kiszűrjük a, a negatív hatásokat. És akkor nem is húznám tovább a szót, meg szeretném kérni a beszélgető társaimat, hogy mutatkozzanak be. Na, akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Keszeg Annának hívnak, a Bábes Bolyai Tudományegyetem politika, közkapcsolatok és közigazgatás karán tanítok, kommunikáció szakon, és én a divattal nagyon régen foglalkozom. Az igaz, hogy nem a fast fashion érdekel engem különösen, hanem az érdekel, hogy milyen kommunikációs és média jelenségek vannak a divat mögött. És hát így nyilván a fast fashionhoz is időnként kapcsolódom. Na és továbbadom a szót a kollégámnak, a Bábes éjén. Nem megyünk körbe? Hölgyek? 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 Oké, okay, akkor majd a kollégám később, de egy diákunk, egy volt diákunk a következő felszólaló. Köszönöm szépen, és én is köszöntelek benneteket! A nevem Antal Hajnal, a Selected Bags alapítója vagyok kreatív tervezőnek mondom magam és cégvezetőnek, aki látta a Vájbos felkonfot a képről, amit kitettek nemrég a sztoriba, egy új fogalom született, égvezető lettem cégvezetőből, úgyhogy egy nagyon tökéletes elírás szerintem ez. A divattal nagyon régen kerültem kapcsolatba, 2012-ben alapítottam meg az első vállalkozásomat, akkor ruhaközvetítéssel foglalkoztam, és csak az volt a célom, hogy minél nagyobb profitot szedjek ki belőle, és minél minél gyorsabban el tudjuk adni úgymond a, a kollekcióinkat, és történt egy törés az életemben, amikor elkezdtem egy másik céggel foglalkozni, így született meg a Selected Bags, és azóta az ászlomra tűztem, hogy divattá akarom tenni a környezetvédelmet, és azóta nem aktivistának mondom magam, hanem egy ilyen törtető egyénnek, aki próbálja úgymond a feszfesennek az árnyoldalait bemutatni az érdeklődőknek. Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm szépen a szervezőknek a lehetőséget, hogy én is felszólalhatok egy ilyen beszélgetés keretén belül. Az én nevem Szász Levente, én a Kolozsvári Bábes Tudományegyetem Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának, de röviden a közgázkarnak a magyar tagozatért felelős dékán helyettese vagyok, és akkor gondolom nem meglepő, hogy én nyilván a gazdasági oldalról fogom, vagy igyekszem majd ezt a témát megvilágítani. De annyit azért hozzátennék, hogy a menedzsment mesterképzésünkön ott tanítok egy tantárgyat, aminek ellátási láncmenedzsment a neve, vagy angol supply chain management, és azon belül van egy, hát tulajdonképpen vita szemináriumunk, ahol a diákokkal az ellátás, globális ellátási láncok fenntarthatóságáról beszélünk, és igen, hogy hogyan lehet tenni ennek az árnyoldalai ellen, hogy ugye a, a, a címből is idéznek, és hát ott van egy 90 perces kemény vitánk a diákunkkal együtt, hogy többek között a fast egyébként, hogy hogyan lehet ezt az egész világ Fent uh, fenntarthatóbbá tenni. És most, hogy már uh, mindenki ismer mindenkit is, uh, kezdjük egy uh, általános, bár uh, de a tematikát uh, tekintve szerintem egy nagyon-nagyon fontos kérdéssel, hogy mi is az a fast fashion? Hogyan lehet körülírni a fogalmat? Uh, mi az, ami eszetekbe jut róla? És akkor szerintem most kezdjük hajni veled. Számomra a fast fashion az egy ilyen nagyon furcsa fogalom, mert annak ellenére, hogy a nevében benne van az, hogy gyors divat én egy olyan jelenségnek tartom magát a fast ami nem feltétlenül a gyorsaságról szól. Mert ha belegondolunk, ugyanannyi pamut kell egy fast fashion kategóriába besorolható ruhaneműnek az előállításához, ugyanannyi méreganyagot, illetve vizet használnak el ugyanennek a terméknek az előállításának előállítására. És úgy gondolom, hogy ilyen ambivalens gondolatok születnek meg a, a bennünk a fogalommal kapcsolatosan. És annak ellenére mégis azt mondom, hogy egy olyan olyan jelenség, ami mellett nem tudunk elmenni, ami akarva akaratlanul körbevez bennünket, befolyásol, hatással van úgy a kulturális, mint a politikai, mint a társadalmi nézeteinkre, és igazából próbálja rányomni, ránk nyomni a bélyegét, és egy olyan ideális képet akar ránk, ránk nyomni, amiben mi úgymond tökéletesek lehetünk, és követhetünk bizonyos divat trendeket. És mi ezt próbáljuk meg úgymond megcáfolni, hogy ennek ellenére simán tudunk úgy egyediek lenni, és egy-egy stílust, egy-egy irányzatot képviselni, hogy ezeket a jelenségeket, illetve ezt a folyamatot úgymond kikerüljük, és egy új irányvonalat próbálunk szem előtt tartani. Akkor... Szerintem, amit Hajni mondott, abban volt nagyon fontos információ, amit szerintem Levente majd ki fog egészíteni, ez a lassúság. Én a, a, inkább azt szeretném, hogy a, a kreációs oldalról közelítsük meg a fast és én adnék rá egy olyan meghatározást, hogy a fast fashion az, amikor biztosak vagyunk benne, hogy az, aki forgalmaz és eladja a terméket, annak semmi köze nincs a, a divattárnak az alapötletéhez. Tehát az biztos, hogy az ő fejébe az a kreatív ötlet soha nem született meg, mert engem ez mindig olyan szempontból érdekel, hogy van a tervezői divat, a nagy divat tervezők, a stb., ott van a kreatív munka, ott születnek meg formák, stb., a fast fashion az kopírozza mindezt. És akkor ugye hajni azt mondta nekünk, hogy ránk akar kényszeríteni valamit, ráadásul valami jött, amit nem is ő talált ki. Úgyhogy ezzel a meghatározással járulok én hozzá ehhez a körhöz. Hát akkor én folytatnám a gazdasági szempontból, ugye bármilyen, úgy, úgy, ahogy az autógyártók versenyeznek egymással, ugyanúgy nyilván a divatiparban is a, a gazdasági szereplők, azok egymással kell versenyeznek. Hogy lehet egymással versenyezni? Olcsóban adom a termékemet jobb minőségű terméket gyárt, ezek mind alternatív lehetőségek, nekik ki kell válaszol magának, hogy mitől lesz másabb, mint a versenytársa. Uh, ugye, ahogy mondtam, van, lehet azzal versenyezni, hogy olcsóban adom a divatipari cikkeket, amiket gyártok, lehet azzal versenyezni, hogy én gyártom a legjobb minőségű termékeket, ezt ugye el lehet vinni akár a, egészen ugye a luxus termékek irányába, és hát ugye nem olyan rég jelent meg, hogy nem, csak, hogy nem csak, ezekkel a tényezőkkel lehet versenyezni, hanem a gyorsasággal is. És ez a fast fashion típusú üzleti modell, um, hát ez egy kicsit arra Azért ebbe van gyorsaság, vagy nem véletlenül nevezték, ugye, fast fashion -nek. Ez gyakorlatilag az üzleti modellnek az az alapkoncepciója, hogy ami egy divatbemutatónak kifutó megjelenik, ugye, az előző beszélgetésben is volt szó erről, azt a lehető leghamarabb eljuttatni az üzletekbe, is, ugye eljuttatni tömegesen a fogyasztókhoz. Nyilván nem abban a formában, ahogy mondjuk Milánóban egy kifutón megjelenik, de ugye azt a tömegek számára szabva minél gyorsabban eljuttatni. És aki gyorsabban a legújabb, legfrissebb divatot el tudja juttatni a, az átlagfogyasztónak, akkor az átlagfogyasztó ugye azt fogja keresni, hogy hogy tudok én olyan cikket vásárolni, amivel megkülönböztethetem magam is a többiektől, ugye mivel lehet Hát az, hogy a leggyorsabban az újdonságok eljutnak eljutnak hozzám. Tehát körülbelül ez volt a, a, az alapötlet mögötte, ami még üzleti szempontból hozzátartozik, hogy mindezt nem a legalacsonyabb áron, de egy olyan elérhető áron, amivel tömegeknek lehet nyújtani. És akkor majd innen jönnek a fenntarthatósági problémák is, amikről, amikről majd gondolom, hogy fogunk beszélni. De megvilágítanám fogyasztói oldalról is, már van ennek egy ilyen, egy ilyen ördögi kör jellege, Azáltal, hogy ugye gyorsan kerülnek be az üzletekbe a, a, az, az új, a legújabb divatot képviselő ruházati cikkek, ezek nyilván gyorsan is fogynak, és az üzletek, ha már tanít, készletmenedzsmentet is tanítok, ugye arra rá is játszanak, és ezt nagyon profin ráveszik a vásárlókat arra, hogy akkor azonnal meg kell vásárolni ezt az adott terméket. Ha két hét múlva tér vissza ugyanabba az üzletbe, és ugye itt az árának a gyakorlatilag ők azok, az, az, az tökéletességig fejlesztették, ezt. Ezt az üzleti modellt. Ha két hét múlva tér vissza az illető az üzletbe, akkor már nem fogja megtalálni az adott ruházati cikket. Tehát fogyasztói szempontból is Sajnos azt mondom, arra ösztönöz, hogy gyorsan, azonnal, impulzív módon vásároljuk meg azt, amit ott látunk, és esetleg megtetszik, mert ha most nem teszem meg, akkor később nem található meg, és mondjuk nem tűnhetek ki a tömegből, vagy, vagy azon az áron nem férhetek hozzá egy olyan ruházati cikkhez, amit én egyébként szívesen megvásárolnék. Tehát a, ez, a, ez a fast fashion üzleti modell nem a legolcsóbb, nem a legjobb minőségű, hanem ugye gyorsan elhozza az új divatot, és gyors, impulzív vásárlásra is ösztönöz. És még a gyorsaságban van egy dolog, ezt nyilván gondolom sokan tapasztaltátok, tapasztaltuk, hogy nyilván nem is a leghosszabban tartó, legtartósabb ruházati cikkeket gyártják ezek a, ezek a gyártók. Ebben az is benne, hogy igen, hamar meg kell újítani, gyorsan meg kell újítani a ruhatáramat. Bocsánat, kicsit hosszúra sikerült, de hogy mondjuk a gyorsaság fókuszú stratégia, vagy üzleti stratégia körülbelül ez, ami a gazdasági szempontból a fast fashion mögött áll. Hamarosan még visszatérünk egyébként a gazdasági hatásaira, és kicsit még részletesebben is körbejárjuk ezt a témát, de Hanyi említetted azt, hogy ennek a jelenségnek, ennek az üzleti modellnek komoly hatásai vannak azért elég sok mindenre. Milyen hatásai vannak a környezetünkre? Nem tudom, hogy hányan ismeritek azt az ördögi kört, hogy a különböző festvesen üzletekből megveszünk egy pólót, aminek az előállításához szükséges körülbelül 2700 liter víz. Ehhez szükséges nagyon-nagyon sok tömérdek mennyiségű pamut. Nem beszélek most arról, hogy milyen körülmények szükségesek ahhoz, hogy a pamutot előállítsák. És akkor nem beszélek arról sem, hogy milyen etikai körülmények között állítják elő ezeket a pólókat. De belegondolok abba, hogy megveszem ezt a, ezt a, trikót, és tételezzük fel azt, hogy nem száz százalékban pamut anyagból készül ez, hanem vannak benne műszálas anyagok is. Egyszer-kétszer felveszem, utána beteszem a mosógépbe, utána belegondolok-e abba, hogy hány mikroszál jut a vizeinkbe, vagy egyáltalán milyen módon szennyezi a vizeinket az a fajta műanyag, mikroszálas anyag, ami, ami kivonódik effektív a pólókból. Utána ezek bekerülnek a vizeinkbe, előszeretettel megtermeztünk gyümölcsöket, zöldségeket, meglocsoljuk ezzel a vízzel, és utána megint visszakerül, belénk kerül úgymond ez a víz, ez az anyag, ami, ami egyszerűen bevisz minket egy olyan ördögi körbe, ami elől nem tudunk, nem tudunk egyszerűen menekülni. És elgondolkodunk azon, hogyha egyszerűen a környezetre, a környezetünkre ránk és effektíva bolygóra ennyire negatív hatással van az, hogy, hogy milyen áron születnek, illetve milyen áron kerülnek úgymond forgalomba ezek a termékek, akkor egy picit úgy magunkba kell nézzünk, hogy elgondolkodjunk, hogy vajon mit tudunk mi tenni azért, hogy egyáltalán, egyáltalán meggátoljuk, vagy nem is, hogy meggátoljuk, hanem valamilyen szinten pozitív irányba befolyásoljuk ezeknek a termékeknek a forgalomba jutását. És itt rengeteg olyan kérdéskör van, amit gondolom a továbbiakban fogunk majd taglalni és tárgyalni, hogy miként tudjuk úgymond fel, kiváltani ezeket a különböző fast fashion kategóriájú termékeket, és hogy, hogy milyen, milyen más termékekkel tudjuk pótolni ezeket. De elsősorban mindenképpen azt mondanám, hogy a környezetre gyakorolt negatív hatásai közül az, hogy mennyi, milyen mennyiségű víz használódik fel, hogy mennyi festék és mége, méreganyag kerül a a környezetünkbe, a, a levegőbe. És még egy nagyon érdekes tény, nem tudom hányan tudjátok, hogy a divatipar most már megelőzi, úgymond a légipart és a és effektív a, a, hajózási ipart is, mert az üvegházhatású gázoknak a felszabadulása, ami a levegőbe kerül, olyan drasztikus, hogy már meghaladja ezeknek az iparágoknak a, a, a különböző üvegházhatású gázoknak a levegőbe jutását. És ezek csak ilyen abszolút egyszerű tények, amiket mindenki elér az interneten, mindenki át tudja gondolni, hogy egyáltalán milyen döntés van a kezében, és úgy gondolom, hogy velünk kezdődik a változás, és mi kell megtegyük az első lépést, hogy valami milyen szinten úgymond véget tudjunk vetni, vagy ha nem is tudunk véget vetni, úgymond pozitív irányba tudjuk elterelni ezt az egész történetet. Anna esetleg kiegészítenéd? Na, a hajni nagyon. Jó pedagógus mondjára, hogy azzal kezdt, hogy mit előz meg a divatipar, és akkor úgy, azt hiszem, hogy sokan tisztában vagytok azzal, hogy van egy ilyen statisztika, hogy ma a harmadik legkörnyezetszennyezőbb iparág a divat. Vajon a közönségből ki tudjuk találni, hogy mi van előtte? Tehát amiket hajni mondott, azok utána vannak, vajon mi lehet még, ami szennyezőbb, mint a divatipar? Kettőt kéne találjunk. Igen? Igen. Mm -mm. Az első helyen az autógyártás van, ugye azt szerintem elég érthető, és a, a második helyre mit tennétek? Ez a technológia, számítógépek és stb. Tehát a kü kütyűipar most mondjuk így. Az, a, igen, az, a, az, az érdekes most ebben a folyamatban, hogy itt az előbb Benc, az előző beszélgetésben emlegette a Fashion Revolution mozgalomnak az alapítóját. A Fashion Revolution mozgalomnak például köszönhetünk olyanokat, hogy most már egy néhány éve működik egy Fashion Transparency Index, ahol adott márkáknak meg lehet nézni a környezetszennyezési mutatóit, és emellett azt is, hogy társadalmilag mennyire fenntartható módon gyártják az adott termékeket, hogy a munkaerő, akit foglalkoztatnak, az milyen módon van foglalkoztatva, mennyire figyelnek oda a munkaerő foglalkoztatásának az etikai aspektusaira. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom, hogy ezentúl, hogyha egy márkával kapcsolatba kerültök, akkor csekkoljátok le, hogy a Fashion Transparency Index szerint hol vannak. És én még a környezetszennyezésnél mondanék egy elemet, amivel így kevesebbet szoktunk foglalkozni, hogy szerintem a fast fashion az vizuálisan nagyon környezetszennyező. De ugye az, hogy a szemünk hozzászokik ugyanazoknak a tárgyaknak a látványához, hogy ugyanazt a típusú blúzot, nadrágot, stb. több emberen látjuk, ez ugye egy olyan dolog, ami nem kellemes, úgyhogy szerintem erről se feledkezzünk meg ezentúl, amikor a, a fast fashionnak a környezetszennyező voltára gondolunk. Beszéljünk még egy kicsit akkor a gazdasági vetületeiről, hogyha ennyi káros káros hatása van ennek a jelenségnek, akkor mégis mi, mi az, ami a vállalatokat arra vezeti, hogy fest, fashion jellegű ruházatot áruljanak és forgalmazzanak? Akkor ennek a kérdésnek a megválaszolására szerintem pontosan azt az ellátási lánc szemléletet érdemes ide behozni, hogy egyébként hogy néz ki ez az egész gépezet, ami gyakorlatilag a teljes világot ellátja fast fashion termékekkel. És uh, ugye, ahogy említettem korábban, és nem akarok semmilyen vállalatot demonizálni feltétlenül, mert el is mondom, hogy nem feltétlenül a vállalatok hibásak egyébként minden kérdésben, és lehet, hogy nem is onnan kell majd megfogni ennek a megoldását. Ez az, amiről egyébként szoktunk az egyetemen is a hallgatókkal elég sokat vitázni. De ha mondjuk a, a Zara-nak az ellátási láncát nézzük, hogy az hogy épül fel, és ugye itt a zara is zárójelbe tenni, mert ugye a, a nagyon sok többi brand ugye az Inditex vállalatnak a, a sajátja, tehát a, a Massimo Dutti Pullenberg, a Stradivarius, stb. 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 Ugye ezek mind ugyanannak a, a egy személy egyébként egy spanyolországi uh, tulajdonos uh, alá tartozó vállalatcsoportnak a, a, a tagjai, és egyébként mindenik ezt a fast fashion üzleti modellt uh, követi. És hogy, hogy néz ki egyébként, de csak az árának megnézni ugye az üzleti modelljét, amit mindenki lát, és az ellátási láncban, amit mindenki lát, ugye azok az üzletek, ahonnan megvásárolhatjuk. Uh, de hogy ebből is ennek is a dimenzióit értsük, ezek mondjuk több mint 90 országban vannak ugye, uh, üzletei, ha jól tudom, 2000 fölött van a, a, a kiskereskedelmi egység a száma világszinten, ahonnan lehet vásárolni ilyen termékeket és csak hogy ennek a tömegjellegét jellegét megértsük, utána néztem, nem, hogy nem majd nem a legfrissebb adat, és lehet, hogy a kolléganők sokkal frissebbet is tudnak, de az egész meg ugye egy tervezőirodából indul ki, ott is van egy iroda, ott évente egy körülbelül 50 ezer terméket, vagy 50 ezer divat termék típust terveznek meg. Ebbe azért gondoljon bele mindenki 50 ezer per év, ezt ha fejben elosztjuk 365 körüli száma, most nem lesz olyan könnyű, ez azt jelenti, hogy naponta 100 40 körüli uh, új terméket, uh, divatterméket uh, hoznak létre gyakorlatilag fejben először, meg papíron, uh, számítógépen megtervezve, és abban benne van a húsvét, benne van a karácsony, benne van minden, uh, minden szabad nap, hogyha ugye teljesen leosztjuk a, a, az év napjainak a számával. És hát ezekben ennek egyébként 25%-át körülbelül le is gyártják majd, és el is jut az üzletekben. Um, de az, hogy legyártják, az mit jelent ennek a, tehát az árának van körülbelül 22 üzeme Spanyolországban, és ezen kívül több mint 500 varró üzeme, ami egyébként a világ minden táján működik, és ugye itt, itt jönnek aztán a fenntarthatósági kérdések, de hát mindenki megnézheti akár a saját, hogyha van zara termék, vagy volt a, a, a gardróbjában, akkor meg lehet nézni, hogy made in hol, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy hol varták össze, ugye Bangladestől, Marokkón át, Portugáliáig egyébként nagyon sok helyen ezek megtalálhatók. De ami még érdekes ennek az egész üzleti modellnek a középpontjában egyébként egy, egy, központi, egy logisztikai központ áll, egy raktár gyakorlatilag, egy automatizált raktár. Ebből egy van, és a Spanyolországban, Lakorunyában van. Tehát gyakorlatilag minden termék, amit a azt mondja, sőt az Inditex csoport bármelyik brendjéből vásárolunk, az egyszer átmegy lakorúnyán, bárhol gyártották. Most azt gondoljuk el megint csak a fenntarthatóság szempontjából, hogy mondjuk Bangladesben, ne vegyük Banglades, vegyük, mint a Marokkóban legyártották, elszállítják Spanyolországba, és majd visszaszállítják Marokkóba, amikor el kell adni. Tehát ugye ott gyártották le, de gyakorlatilag kétszer megtesszük azt az utat. Tehát önmagában az üzleti részben is vannak ilyen fenntarthat tűnő elemek, pont azért, mert ezzel ugye egyrészt költséget tudnak csökkenteni a nagy volumen miatt, tehát nagy volument egy központilag egy helyen kezeljük, akkor azt nyilván olcsóbban lehet megtenni, és a gyorsasághoz hozzá tartozik, hogy ezt központilag megtervezik. Tehát emögött van egy nagyon kemény szoftver, ami, ami gyakorlatilag a teljes világon megtervez. Hol vajon mire lesz szükség, hogyan fogy abban a 2000 plusz üzletben, a, hogyan fogynak a termékek, és akkor mi ehhez ezt a teljes hálózatot, még egyszer mondom, 500 plusz üzemmel ellátva, hogy építjük fel, hogy ezt el is tudjuk látni a, a, a teljes, a teljes piacot ezekkel a termékekkel. Tehát önmagában a gazdasági tevékenység is gyakorlatilag egy monstrum van mögötte, de nem a vállalat a monstrum, erre akartam kitérni, hogy nem feltétlenül a vállalat itt az a monstrum, hanem erre van egy piaci kereslet. Erre nem azt mondom, hogy mi, de erre mi emberek, erre megtáma, megtámasztjuk, létrehozzuk a keresletet, és igen, van egy élelmes spanyolországi üzletember, aki azt mondta, hogy hát akkor én erre létrehozok egy vállalatot, amiből egyébként én közben meggazdagodok, mert az emberek ezt szeretnék, vagy az emberek többsége, és még egyszer itt ugye tömegtermékről van szó, az emberek többsége ezt szeretné fogyasztani. Tehát annak ellenére, hogy bemutattam kb. hogy hogy működik ez a monstrum, azért nagyon fontos, hogy a felelősség az talán én első helyre tenném, a felelősség első helyén a miénk, mi a vásárlóké ebben a kérdésben. Hogyha, ha gazdasági oldalról világítjuk meg akkor is. Létezik-e szerintetek etikus ruhagyártás? Lehet-e kizárólag csak ilyen környezetkímélő alapanyagokból gyártani, tervezni, alkotni? Azt hiszem hajni, hogy ez, a, ez főként a te kérdésed. Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ha igazán magamba akarok nézni, akkor én mindig verem a mellem, hogy mi újra hasznosított alapanyagból dolgozunk, és tényleg most már 8 év alatt közel, vagy több mint 8 tonna papírt hasznosítottunk újra. Ha nem jött volna a Covid, akkor most már a 10 tonnán is túl lennénk. És úgy sokszor elgondolkodok, hogy milyen vagány ez, hogy mi épp ilyen szinten védjük a környezetet, és évente egy-két tonna papírt meg tudunk úgymond menteni. De nem gondolok bele, vagy most már bele gondolok, mert most már rávezettem saját magam is a gondolkodásmódomat arra, hogy az egyik kezemmel jót teszek, a másik kezemmel pedig ártok, mert valamilyen szinten le kell kezeljem én ezt a papírt, ott bejön már megint a műanyag, tehát nem tudom kikerülni azt, hogy valamilyen szinten rákerüljenek a termékeinkre a műanyageszközök. És uh, valamilyen szinten, hogyha etikusan próbálok gondolkodni, akkor azt mondom és vallom, hogy több szintre és több szeletre kell szedni ezt a fogalmat. Mert hogyha a munkavégzést nézem, akkor azt mondom, hogy igenis etikus az, ahogy mi alkotunk, ahogy mi teremtünk, értéket teremtünk, a, úgymond a hulladékból kincset varázsolunk idézőjelesen, mert az, ami tényleg mások számára hulladék, az nekünk érték, és azáltal, hogy azt felhasználjuk, más számára is értékké válik és az, ahogy dolgozunk, ahogy teremtünk, ahogy a, azok az emberek, akik velünk dolgoznak, amilyen munkakörülmények között dolgoznak, az abszolút azt kell mondjam, hogy egy kellemes és etikus munkakörnyezet, és nincs az a, az a kisajtoló uh, tulajdonság a cégen belül, ami például az ilyen különböző bangladesi-venezuelai uh, gyártási folyamatok, uh, a gyártási folyamatokat elvégző emberek körében van, hogy ilyen ébérért dolgoznak ott az emberek. Tehát nálunk úgy gondolom, hogy az is etikus, ahogy ki vannak fizetve az emberek, és az amennyit kell, hogy dolgozzanak. Az más dolog, hogy az én orvoslásomban, illetve az én meghatározásomban az, amit én kínálok, mit vallok és hogy vallom, és hogy terítem azt úgymond az asztalra az emberek elé és úgy gondolom, hogy valamilyen szinten az arany középutat kell választani, mert hiába akarok én abszolút fenntartható lenni, fenntartható terméket létrehozni, uh, hiába, hogy kézzel, teljesen száz százalékban kézzel dolgozunk, újrahasznosított alapanyagból dolgozunk, de nem tudunk száz százalékban, úgymond, fenntartható módon alkotni. És ez ugyanígy igaz a zero waste alkotókra, ugyanígy alkot uh, igaz a no waste, a stop waste alkotókra, mert egyszerűen én megért azt, hogy egy-egy tárolóeszköz, vagy bármi, amit gyártanak, az úgymond uh, zero waste kategóriába esik, de az milyen anyagból készül? Az egy olyan anyagból készül, ami direkt arra a célra gyártottak. Nagyon-nagyon minimális az a mennyiség, ahol újrahasznosított alapanyagot használnak. És úgy gondolom, hogy bennünk van, Levente nagyon jól rávilágított arra, hogy bennünk van úgymond a döntésnek a, tehát a, döntésnek a joga. Tehát mi kell eldöntsük azt, hogy számunkra mit jelent az, hogy fenntartható, számunkra mit jelent az, hogy hozzá tudjunk egyáltalán járulni úgymond a környezet védelméhez, és úgy gondolom, hogy apró lépésekben igenis ez sikerülni fog. És nem kell megváltani a világot. Tehát én soha nem vallottam azt, hogy most az ászlónkra kell tűzzük, hogy mi most igen ilyen nagyon fenntartható életmódot akarunk. Igen, azt akarunk úgymond élni, de megvannak a határai ennek az életmódnak. Többiek esetleg? Én azért egy picit csak jelezném a szkepszisemet, hogy szerintem nem olyan jó mindig az egyénre visszatolni a felelősséget. Egyébként is nem annyi mindenért szoronghatunk, hogy... Jó, Nyilván elismerem, hogy nagyon fontos az, hogy mi magunk tudatosan álljunk hozzá, hogy milyen a ruhatárunk, csak én azt hiszem, hogy tényleg akkor lesz mindez hatékony, hogyha két irányból csináljuk. Én szerintem Greta Thunberg nem véletlenül mondja azt a világ politikusainak, hogy na most már tudjátok. Addig, ameddig meg fogjátok védeni a saját kis mocskos gazdaság ügyleteiteket, addig a mi generációnkat még senki nem hozza versenyhelyzetbe. Na, tehát, hogy csak ennyit akartam, kicsit így egyensúlyozzuk ki ezt a kérdést. Nagyon jó egyébként, vitaindítónak gondoltam, hogy kiélezzünk, egy nyaköt keresünk, egy felelős, nincs egy felelős, és mi is az egyetemen, amikor a témáról vitatkozunk. Nagyjából a következtetés, ahova eljutunk, az, hogy a tudatos fogyasztókon túl kik azok, akik még úgymond kikényszeríthetik azt, hogy önmagában a teljes rendszer úgy működjön, a, hogy mondjam, a meglévő motivátorok hatására, hogy, a, hogy az fenntartható etikus legyen. És, és, igen, egyrészt ott vannak a fogyasztók, egyrészt lennének a felelősség teljes vállalatok, de azért ne felejtsük, a vállalat mégiscsak a nyerességet szeretne elérni, vagy ha saját magát fenn akarja tartani hosszú távon, akkor csak nyerességet kell termeljen. Tehát nagyon fontos, hogy magát a körülöttelevő rendszert is úgy alakítsuk ki, hogy akár a pénzügyi ösztönzők is ösztönözzék arra a vállalatot, hogy etikus módon, fenntartható módon, módon gyártson. Ennek egyik eszköze, vagy egyik meg módja, hogy igen, mi fogyasztok, csak akkor fogunk vásárolni, és csak akkor lesz a vállalatnak árbevétele, hogyha te be tudod bizonyítani, hogy azt fenntartható módon állítottad elő. Ahol még, még lehet ezzel, és, és abszolút kellenek lépések, ugye hát az egyik az előbb említett Greta Thunberg és társaim, ezt úgy nem hogy a civil szervezetek és a civil szféra, akik tényleg zászlójukra tűzhetik azt, hogy ez egy olyan cél, amit nekünk, ha itt meg akarunk maradni ezen a bolygón, akkor ezt el kell érni, és, és igen, ezt súlykolni kell, fogyasztókba, vállalatokba, politikai döntéshozókba és akkor, ha itt vagyunk, igen, a politikai, kormányzati, szabályozó szervek, döntéshozók, igenis vessünk ki vámot egy olyan divatipari cikra, ami körbeutazta az országot, amíg gyapjúból végtermék lett, az országot, a világot, megfordult három különböző kontinensen, burroktattuk gyakorlatilag a hajót, a teherautót mindenféle üzemanyaggal és káros kibocsátott gázokkal, körbejártuk a teljes világot azért, mert akkor mi néhány centtel olcsóban tudjuk per darab megadni, és ugye ha ezt most milliós nagyságrendbe értékesítjük, akkor az 1-2 cent spórlás is ugye az nagyon sokat jelenthet vállalati szinten. Tehát honnan is indultam? Igen a a fogyasztók és vállalatok mellett ugye a civil szervezetek, illetve a, a kormányzatok, és akár a, az államok fölött álló szabályozó szervek azok, akik ebbe az irányba lépéseket tehetnek, de nyilván őket meg valaki erre szintén kell ösztönözni, ezért fontos ez a, ez a tudatosítás. Tehát azt, azt mondtam ez, hogy a fogyasztók, de hogy mondjam, a, a kormányzati szervekbe, a, a kormányok fölött álló szervezetekbe, a civil szervezetekbe is fogyasztók ülnek. Tehát tulajdonképpen az emberekben, hogyha tudatosítjuk, akkor az a döntéshozóknak a fejéig is el kell jusson, hogy ebben világszinten, országszinten kell valamit tenni, hogy magát a rendszert mozdítsuk olyan irányba, hogy mondjuk a, mondjuk a helyi gyártók azok előnyben legyenek. És mert hogy ők tényleg fenntarthatóban dolgoznak, már csak gazdasági szempontból, ugye ők nem fogják körbeutaztatni a termékükkel a, fél világot és három különböző kontinens megjáratni vele, hanem gondolom megpróbálnak helyi beszállítóktól alapanyagot, alapanyagot beszerezni, helyi munkaerőt alkalmazni, Aznak, akit lehet követni, hogy hogyan és milyen körülmények között dolgoznak. A helyi közösség azt látja, és tudja ellenőrizni, tehát ott sokkal könnyebb ezt az ellenőrzési folyamatot betartani. De például ha a rendszer ezeket helyezi előnybe és, igen, adókedvezménnyel, bármilyen egyéb szabályozással lesz helyezi előtérbe, akkor, akkor már megint tettünk egy lépést a, a, az etikus fenntartható a divatipar irányába. És ha már szóba került az egyén, azt hiszem nagyon-nagyon sokan a közönségből is kíváncsiak arra, hogy mit tehetünk mi, mit tehet egy átlagos hétköznapi ember, hogy a fast fashion a negatív, káros hatásait, ha nem is teljesen, de legalább minimalizálja, amennyire csak lehet. Elsősorban itt most megint Leventére térnék vissza, hogy elsősorban ez most már olyan elcsépelt, de vásárolj helyit, gondolkodj helyi fejjel. Hogyha meg akarsz venni egy ruhát, egy táskát, egy ékszert, bármit, akkor azt ne a különböző feszvesen típusú üzletekbe, a mólokba vedd meg, hanem keresd meg azokat a helyi alkotókat, akik hasonlókat, vagy talán még szebbeket gyártanak. Nyilván az árkülönbséget majd fogod érezni, mert azt nem fogod megkapni 10-15 leért, mint az ilyen ö, egyik hétről a másikra változó különböző kieg, az üzletekben, de úgymond a divatnak ára van és értéke van. És akkor, hogyha értéket akarunk képviselni és értéket akarunk viselni, akkor hozzuk meg mi is ezt az áldozatot, hogy akkor fizessünk annyival többet, és vásároljunk helyiektől. És itt még annyi alternatíva van, ami nem kimondottan csak a fashionre húzható rá, hanem a különböző, a mindennapi életünkbe be tudjuk vinni ezeket az alternatívákat. Ilyenek például a különböző konyharuhák, ne papírt használjunk, használjunk egy ilyen anyagból készült konyharuákat. Emlékezzetek vissza anyáink, nagyanyáink idejében. Volt papírtörlő, biztos volt, de megvoltak ezek a konyharongyok, amiket használtak. Most már millió egy olyan alternatíva van, hogy uh, újrahasznosítható uh, pelenkától elkezdve, uh, intimbetétig, különböző más-más alternatívákig. Annyira széles úgymond a paletta, hogy úgy gondolom, hogy mindenki meg tudja találni azokat a különböző uh, termékeket, illetve ö, dolgokat, ami, ami számára hasznos. És itt én még mindig azt mondom, hogy személyes döntés, és az én döntésem, és mindenkinek az ő döntése, hogy akar-e mert nyilván nem tudunk úgymond elmenni ezek az üzletek mellett, hogy egyszer az életben ne vásároljunk. Tehát én most meg kellene kövezzetek, hogyha azt mondanám, hogy soha nem vásároltam például a Zarában, vagy soha nem vettem egy, nem tudom, egy H&M és pulcsit, vagy éppen ékszert, mert nem igaz. Tehát ugyanúgy vásároltam, de meg tudom határozni azt, hogy mi az elég, mi a határ. És itt még mondok egy nagyon érdekes dolgot. Amikor elmentek vásárolni, és vesztek egy kiegészítőt, cipőt, ruhát, bármit, úgy vegyétek meg, hogy azt egyáltalán hordanátok-e 30 alkalommal. Ha a válasz az, hogy igen, akkor vegyétek meg. Nem számít, hogy éppen melyik üzletben van. Nyilván én most En magam ellen beszélek, mert ugyanúgy valószínű, hogy a Zárában vagy a HM-ben olcsóbban megtaláljátok a táskákat, mint nálam. De hogyha tetszik nektek az, és eldöntöttétek, hogy igenis felvennétek vagy viselnétek 30 alkalommal, akkor vegyétek meg, de akkor viseljétek is 30 alkalommal. Mert ha nem, akkor valamilyen szinten megint ellent mondatok magatoknak. És erre van egy ilyen statisztika, hogy ha megveszel valamit, annak nyilván a minősége is olyan kell legyen, hogy az 30-szor fel, lehessen felvenni, és akkor itt valószínű, hogy majd nem a feszves -fesz típusú üzletek mellett fogtok dönteni. És valamilyen szinten magatokban kell keressétek azt a, a döntésnek a jogát, illetve a lehetőségét, hogy éppen milyen irányba akartok elindulni. Na no, hát, ehhez muszáj elmondjam a legnagyobb közhelyet, amit a fenntartható divatipar mond, hogy ne vásároljatok egyáltalán. Ugye azt az szokták mondani, hogy a legfenntarthatóbb ruhadarab az, ami már otthon van a szekrényedben. Valóban fedezzük fel a szekrényeinket. És hogyha tényleg így vásároltad a ruhadarabjaidat korábban, ahogy, ahogy hajni mondta, akkor tényleg otthon vannak azok a darabok, amelyekre szükségünk van. Szerintem most nagyon-nagyon sokat segít nekünk a. A, akár a média is, mert nagyon sok olyan sorozat készül, olyan oktató videó stb., ami azt tanítja meg, hogy hogy lehet már azokat az erőforrásokat kihasználni, amelyek ott vannak nekünk. Nem tudom, mit gondoljunk, mit te Mári Kondótól a minimalizmusig, a velük kapcsolatos sorozatokig, csomó mindenre. Ezekből szerintem így jól lehet inspirálódni. Én a, a diákjaimmal is sokszor szoktam kipróbálni a, a közös divatóránkon, hogy csináljunk ilyen challenge-et, hogy bírjuk ki azt, hogy mit tudom én, amíg a szeminárium tart, abban a félében mondjuk ne vásároljunk festvesent. Nagyon nagy felháborodást szoktam ezzel kiváltani, és tudom miért. Azért, mert olyan emberekkel csináljuk ezt a kihívást, akik pont abban az életkorban vannak, amikor az öltözködés által fedezik fel önmagukat. Ilyenkor nyilván nagyon nehéz azt megtenni, hogy jó, akkor most így az önfejlesztésben leállok, és akkor fél évig nem fejlesztem önmagam. De hogy mégiscsak való ez lenne a cél, hogy a, a ruhadarabok által jön ismeretünket, azt így nem tudom frissen tartsuk, és, és abból dolgozzunk, ami, ami már otthon megvan. De attól még szerintem tényleg fontos az, hogy haza itt, ha már vásárolunk, akkor igen, helyi tervezőktől vásároljunk. Hát és én még egyenként azt tenném hozzá, hogy ugye hát mindenki a saját uh, területén amennyit csak tud tegyen meg ennek az érdekében, és akkor ugye a saját. Uh, magamról az egyén, mint egyénről beszéljük. Ugye nyilván én tanárként azt tudom megtenni, hogy minden évben 50 mesterképzéses hallgatóval kile egy külön uh, órát közgázon, tehát azért nem egy, hogy mondjam, divetipari felsőoktatási intézményben vagyunk, de közgázon is azt mondom, hogy mindig egy 50 diákkal megvitatjuk ezt a kérdést. Uh, csak önmagában azért, hogy tudatosuljon bennük, bennünk, hogy uh, hogy mit jelent ez a fast fashion, és mi van igazából mögötte gazdasági szempontból és fenntarthatósági szempontból. És szerintem, akik divatberkekben otthon vannak, azoknak biztos ez már ilyen közhelyes szintű videó, de uh, ki szoktam adni ilyen kötelező házi feladatnak, hogy uh, nézzék meg azt a videót, amikor az H&M-nek a svéd designerei, a hölgyek, uh, sírva szembesülnek azzal, amikor nekik megmutatják videó, hogy egyébként az általuk megtervezett ruhadarabokat, azokat távol keleten milyen körülmények között, milyen gyerekmunkát végző hát személyek, és milyen bérért végzik el egyébként. Tehát ennek az egész ellátási láncnak is egyébként visszahozva ezt a témát, ugye az eleje is a vége nem ismeri gyakorlatilag egymást vagy a közepe. Tehát azok, akik legyártják, azok nem tudják, hogy egyébként ezt kik működtetik, kik találták ki. és fordítva, akik megtervezték, nem is biztos, hogy az a személy egyébként tudta, hát legalábbis, ha hiteles az a videó, akkor nem biztos, hogy tudott róla egyébként, hogy ez egy ilyen globális ellátás láncon belül működik, úgyhogy uh, most nyilván közgazdászként amit mi hozzá tudunk tenni, az a tudatosítás, és a tudatosítás abból a szempontból is, ugye, hogyha tőlünk az egyetemről kikerülnek, azok, akik később döntéshozatali pozícióba kerülnek, akkor legyen ott a fejükben, hogy igen, a helyi termelőket kell előnybe helyezni, és amikor az a kérdés mondjuk, hogy milyen adókat vezessünk be, vagy milyen szabályozásokat vezessünk be, milyen válmokat vezessünk be, mondjuk nemzetközi kereskedelemben, akkor, akkor igenis legyen meg ott nekik ez a 90 perces tapasztalat még a mesterképzésről, hogy itt azért van még egy nagyon fontos szempont, amit figyelembe kell venni. Még egyszer ha meg akarunk maradni ezen a bolygón, mert hogy a kolléganő is mondta. Igen, ezt egyébként nem tudják általában az emberek, hogy a, hogy a divatipar vagy a textilipar az, az a világszinten, ugye, hogy hát most attól függ, hogy milyen mérőszámot nézünk, de igen, top három szennyező, attól függ, hogy most miben mérjük éppen azt az adott szennyezést, de igen, top hármas. Van olyan mérőszám egyébként, amely szerint első, tehát a legszennyezőbb iparág, de egyébként, igen, ha ezeket összeadjuk, akkor nagyjából ott a harmadik helyen van. Tehát az autó és az elektronikai ipar mellett nagyon-nagyon sok tenni valunk van nekünk ö, ö, vásárlóknak és egyébként nekünk ö, gazdasági szakembereknek is akik egyébként ezt a, ezt az iparágat működtetik. Én akartam gyorsan ajánlani valamit, hogyha már az egyéni felelősségről van szó, hogy van egy olyan alkalmazás, hogy good on you, nem tudom lehet, hogy többen találkoztatok vele, azt le lehet tölteni, minden márkánál lehet csekkolni, hogy az adott márkáról mit lehet tudni, tényleg fenntartható módon um, készülnek a ruhadarabjaik, mert van, amikor valóban helyi tervezőkön túl is szeretnénk menni, tehát kicsit, hogyha nemzetközi szórásban gondolkodunk, akkor szerintem ez egy ilyen jó uh, alkalmazás,ról, hogy megnézzük, hogy tényleg mi, mit, mire adjuk ki a pénzünket. És mivel lassan közeledünk az előadás végéhez, megkérdezném, hogy a közönségből van-e valakinek bármilyen kérdése? Ha nincs, akkor van? Oké, okay. és viszem. Azt hiszem, hogy talán ide kellene jönnöd, mert nem, nem fogod elég elérni a mikrofon. Szóval így uh, a közgazdasági uh, szempontból mennyire lehetne megoldani ezt a problémát esetleg ilyen franchise rendszerrel? Tehát ezeket az óriás, cégóriásokat, mint például az arát felosztani országokra, és nem egy órás, óriási központot létesíteni, hanem ország szinten, legalább a varrás részét megoldani. Tehát mondjuk, ahogy a McDonald's kiküldi a krumplit, és az emberek itt megsütik, úgy kiküldeni az anyagokat, és az emberek itt várják, meg, és utána legyen a disztribúció ország szinten. Működne ez, vagy milyen, milyen, akadályok vannak ezzel kapcsolatban? Ez egy egész jó ötlet, és pont, pont, ilyen, ilyen irányba is szoktuk egyébként keresni a megoldást, hogy mit lehet tenni egyébként a létező Tényleg óriás cégekkel, akik világszinten ugye meghatározzák a, a, a divatipart. Még egyszer, tömegszinten mondom, és nem a, a divat elitjére gondolok. Um, hát egyébként az a válaszom, hogy ez nem, nem lehet ezzel megoldani. És, és azért nem, mert, mert egyszerűen az üzleti modell nem engedi meg. Tehát ugye, amellett, hogy gyorsan a legutóbbi divatot el kell juttatni az üzletben, amellett ugye olyan áron kell eljuttatni, ami a tömegek számára megengedhető. Most nyilván attól függ, hogy mi ez viszonyítjuk, hogy most az arra az csó vagy drága, de nyilván ha egy luxus egy, egy luxusbrendhez viszonyítjuk, akkor sehol nincsenek azok az árak egyébként a luxus a, a luxusbrendekhez viszonyítva, és, és franchise rendszerben ugyanez a probléma, egyszerűen nem lehetne fenntartani nyereségesen annak a... Amíg ezt a fast fashion üzleti modellt alkalmazza a vállalat, egyszerűen nem tudja fenntartani, ha csak nem fog árat emelni, de onnantól kezdve már más az üzleti modell, mert ha a, a helyi munkaerővel a, a, varratja meg, mondjuk ha csak ezt a részét nézzük, akkor, akkor az ugyanúgy hogy többe fog kerülni, az megjelenik a termék végső árában, és akkor onnantól kezdve nem biztos, hogy tömegeknek szól. Úgyhogy sajnos nincs ilyen fajék egyszerűségi megoldás. Örülnék egyébként, ha lenne, vagy ha találtunk volna mondjuk mi a közgázon ilyen szuper egyszerű megoldást, hogy na akkor ezt kell csinálni, és akkor mindenki jól jár. Nincsen ennyire egyszerű megoldás. Um, a McDonald's sem fenntartható módon működik egyébként, és nem, persze benne van a reklámjaikban a helyi krumpli termelőktől felvásárló egy részét, és egyébként megvan, hogy kik azok a nagyon nagy termelők, ami mondjuk Európa szinten mindenkit ellát, és igen, ott is a teherautókkal szét, szétutazzák gyakorlatilag a teljes kontinest, azért, hogy és ott is nagyon fontos ugye ez az ár is, hogy minél alacsonyabb áron tudja beszerezni a gyorsétterem az adott alapanyagot, azért, hogy aztán azon a mindenki által megfizethető áron, tömeges mennyiségben tudja nyújtani, úgyhogy Kvázi azt is mondhatnánk, igen, ezt nem mondtuk így ki, de ez a fast fashion, ez a divatiparnak a mcdonalds -a lenne. És, 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 innen viszont adódik, hogy sajnos akkor a franchise rendszer az nem lenne feltétlenül megoldás, mert a franchise rendszer az, hogy tudjanak működni a, a helyi szereplőkre rábízott, de ugyanúgy zara terméket előállító, nem tudom, workshopok vagy um, kis termelők, manufaktúrák, ott ugyanazokat az üzleti elveket kell kötelező módon, szabály szerint beépíteni abba a franchise modellbe, és akkor ugyanott tartunk, hogy nem csak egy ember vagy egy vállalat irányítja ezt az egész rendszert, hanem több vállalat irányítja, de a rendszer önmagában attól még ugyanúgy fog sajnos működni. És akkor, ha nincs, nincs más kérdése a közönségből senkinek, akkor én még azt kérdezném meg így uh, utolsó kérdésként, mert közben már jelzik, hogy uh, lassan be kéne fejezzük, hogy uh, miért nem teszünk mi, uh, mi eleget a káros uh, hatások kiküszöbölése ellen? Tehát, hogy szerintetek azzal van a baj, hogy jobban kellene edukálni a népet? Jobban kellene edukálni az átlagembert, vagy, vagy más uh, megközelítésből kellene a problémát keresni? Ez olyan pont, mint a pénzügyi oktatás. Nagyon kellene és hiányzik, de még sincsen. Szerintem ugyanez a helyzet a, ugyanez a, helyzet a divatiparral is, hogy ezt az iskolákban kellene kezdeni, úgymond zéróról, az alapokról tanítani. De mivel egyelőre ez, ez nincs meg, ez azért nincs, ahol, ahol úgymond dokumentálódjunk. És főleg, ahogy Anna is mondta, hogy a fiatalok körében, tehát akik inkább a fast fashion termékeket vásárolják, azok a fiatalok. És ők mit látnak? Felmennek a az internetre, a közösségi oldalakra különböző bloggerek, vloggerek, influencerek veszik körbe a mindennapjainkat. Egyszerűen nem tudunk elmenni úgy a közösségi oldalak idővonalán, hogy ne ugorjon szembe velünk egy reklám, ahol ismét azt szajkózzák, és azt súlykolják belünk, belénk, hogy, hogy minél újabb termékeket vegyünk, hogy trendik legyünk, hogy haladjunk a stílussal, mert ezáltal fogjuk tudni önmagunkat képviselni, és úgy gondolom, hogy itt megint visszatérek arra, hogy magunk, önmagunkban van a, a, döntés, és mi kell eldöntsük azt, hogy egyáltalán milyen úton akarunk elindulni. És nyilván kis lépésekben meg lehet azt oldani, hogy először kevesebbet vásárolok, megnézem azt, hogy különböző kapszula kollekcióim legyenek, de azt úgy tudjam kombinálni, hogy az, hogy az, hogy az megállja úgymond a helyét a hétköznapokban is, vagy akár a különböző alkalmakkor is. És hogyha elindulunk egy ilyen úton, akkor azt gondolom, és tényleg azt vallom, hogy képes vagyunk arra, hogy egy picivel jobban, jobbat tegyünk úgymond a környezetünkért, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy a, a környezetünk jobb legyen, egy zöldebb holnapra ébredjünk, és próbáljuk meg megkövetni a különböző divatrendeket, ne kövessük a különböző influencereket, nézzük meg azt, hogy kitől jön az információ, és miért jön az az információ. Valószínű, hogy ezektől a, a bloggerek, vloggerektől azért jön az az információ, mert neki az a feladata, hogy minél több terméket mutasson be, minél több terméket adjon el. És ő így ezáltal akar bennünket meggyőzni arról, hogy az nekünk milyen jó lesz. De itt is megint köz, közben, közben jön az, hogy ez egy tömegstratégia, ez a tömeghez szól, ez nem neked szól, nem szabad magadra vedd. És hogyha felismered, hogy igen, valószínűleg, Igaz ez, amit én most mondtam, és valószínűleg, hogyha valaki egy picit belemélyed, akkor majd rá fog jönni. De úgy gondolom, hogy nem szabad elítéljük azért egymást, mert valaki most éppen a feszvesem mellett vagy ellene teszi le a, a voksát. De úgy gondolom, hogy döntsünk okosan, vásároljunk helyit, amennyiben lehet, és valóban próbáljunk meg egy picivel, egy picivel zöldebben élni. Én ezt csak annyit akarok hozzátenni, hogy az a jó hírem, hogy szerintem ebben az irányban nagyon mozdul az új generáció. Ezt ugye mutatják a globális statisztikák is, hogy az égenerációs e fogyasztók azok már nagyon odafigyelnek erre az aspektusra, de az én kis tanári tapasztalataim is, hogy három-négy éve egyre gyakrabban előjönnek ezek az érvek, nem csak a divatúrán, hanem egyébként is. És még egy apró dolgot hozzátennék, hogy ne hagyjátok magatokat olyan szinten befolyásolni és átverni, és ezt az én baráti körömből mondom, hogy nem akarom felvenni azt a ruhát, mert most mit fognak mondani az ismerősök, hogyha látják rajtam kétszer ugyanazt a ruhát. Nem akarom felvenni azt az alkalmi ruhát különböző alkalmakon, mert megszólnak, mert hogy akkor feltöltöm a fotókat a közösségi oldalakra, és akkor fogják látni az emberek, hogy nekem nincs más ruhám. Tehát ez abszolút megint téves. Tehát úgy képzeljétek el, hogy én három éve nem vásároltam ruhaneműt, és ez a ruha, ami rajtam van, ha visszanézitek a közösségi oldalamat, igen, volt már rajtam nem egyszer, és nem szégyenem, és valószínűleg ez fogom mondani holnap is és holnap után is, hogy merjétek felvállalni azt, ami nektek szép, ami tetszik, amiben jól érzitek magatokat, és ne hagyjátok magatokat befolyásolni más által. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is fejbendől el, és hogyha egy picit át tudjuk billenteni ilyen irányba a gondolkodásunkat, akkor már tettünk egy jót annak érdekében, hogy ne a fast fashion üzleteket támogassuk. Én csak egy nagyon rövid mondatot tennék hozzá, mindennel egyetértek az eddig elhangzottakból. És a tanárként ugye azt lehet erre mondani, hogy igen, az a feladatunk, hogy ezt tudatosítsuk, tanítsuk, és minél több mindenkihez eljutassuk. Tanárként a diákokhoz is diákok adják tovább mindenkinek, és akkor talán-talán ez egy hosszú folyamat, talán-talán hosszabb távon azért a, a tömegnek a, a vásárlási szokásait, viszonyulását, azt meg lehet valamilyen szinten változtatni. Tehát ez a fiatal generációnak a dolga. Reméljük, hogy ők is egy olyan bolygón tudják ezeket a döntéseket meghozni, ahol még sok-sok pozitív kilátással rendelkező évtized áll előttük, és akkor nyugodtan tudnak majd helyi gyártóktól divatipari cikkeket vásárolni. Na hát bízom benne, hogy ennek az előadásnak is, még ha csak minimálisan is, de edukáló hatása volt. És hogyha nincs más kérdése a közönségnek sem, illetve nektek, nektek sincs már egyéb hozzáfűzni valótok, akkor igazából én megköszönném nektek, hogy a beszélgető partnereim voltatok, illetve meg szeretném köszönni a közönség figyelmét is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi a Vibe TV-vel egy kicsit szünetelünk, és hamarosan visszatérünk. Egyébként meg a program folytatódik itt a Marosvásárhelyi Várban, a Molteraszon, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. A tévében pedig hamarosan találkozunk.